Ez itt az Impulzus Podcast. Star Trek tematikus epizód kibeszélő hetente. Szervusztok! Ez itt az Impulzus Podcast. Zsuzsival, Lacival, Gergővel most belevágunk ebbe a 261. adásba, hogyha jól számolom és jól emlékszem. Sziasztok! 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 Én pedig Csaba vagyok, és Gergő is meg fog érkezni. Gergő? Hát Dév is meg fog érkezni. Én már Gergő itt vagyok. Már meg van érkezve. Még köszöntél is! Igen, Dév is meg fog érkezni a szinkronos érdekességek rovatban, és a Redemption című dupla epizódot néztük meg, ezzel le is zárjuk a negyedik évadát a TNG-nek, és fél lábbal már belemegyünk a ötödik évadba, hiszen ezt így egybe fogjuk feldolgozni, ezt a két fejezetet. Előtte viszont arra gondoltam, hogy William Shatnerről már régen beszéltünk, és egy olyan hír felbukkant itt nemrég, hogy megkérdezték tőle, hogy mit szólna hozzá, hogyha őt egy mesterséges intelligencia helyettesítené, vagy Kirköt megjelenítené egy ilyen AI, miután meghalt William Shatner. És azt mondta, hogy érdekes, és végül is oké. Okay. Abban az esetben, hogyha az ő családja ebbe beleegyezik, és jól meg is fizetik őket, akkor teljesen benne van ebben a dologban. Na most én kicsit gondolkodtam, hogy mi az, hogy AI színész, mert azt még tudom, hogy mi az a deepfake, amikor ugye Harrison Ford most itt a legújabb Indiana Jones filmben úgy jelent meg, hogy kicsit megfiatalítva, de hát ezt tudta nekünk prezentálni a Star Trek Picardnak a harmadik évada is, nem győztünk rajta szörnyűködni. Illetve volt egy, amikor ugye Paul Walker elhunyt, akkor az ő öccse kezdte előt alakítani, és neki is az arcát valahogy rátették digitálisan az öccsének, vagy a nem is tudom, bátyjának, a testvérének az arcára rátették. Ezt még tudom, hogy ez mi. És ez így oké is, mert ezt ugyanúgy az írók megírják a szöveget, tehát mit tudom én, ha Kirk visszatér, akkor írnak egy Kirk visszatérést, és akkor azt valaki eljátsza, és deepfake-kel helyettesítik. Na de milyen az, amikor az AI játszik el valakit? Ezt ti tudjátok, hogy ez micsoda? Nem nagyon. Én sem. Hát nem igazán. Mert amikor a színészek elkezdtek sztrájkolni, meg az írók, akkor volt ilyen AI, hogy azt ne csinálják, hogy a színészeknek a külsejét például beszkennelik, és majd a jövőben arra használják, hogy AI helyettesítse őket, de nem tudom, hogy ennek itt van-e már az ideje, hogy erről beszéljünk. Lehet, hogy ez hát egy... Hát én arra gondolok, hogy olyasmi lehet, mint mondjuk a fiatal Leia Organa a Rogue One címűben, ami úgy néz ki, mint a videójáték, csak annál fejlettebb mi voltában. Hát csak ugye a Leia-nál ott ugye... valakik mögé tették. Én arra gondolnék a mesterséges intelligenciánál, meg nem a Józsika, hogy hívják, a számítógép mögött, hogy mutatja meg a karaktert, meg rábeszélnek, hanem ahogy most itt a különböző ilyen, megírja neked a szakdolgozatodat, megír mindent, aztán ugyanígy eljátszanál. Tehát effektíve benyomnának egy gombot, és akkor ott a William Shatner rohangálna, hogy hívják onnan a képernyőn, és anélkül, hogy a szájába adná a rendező, vagy fölmondaná valaki a szöveget, gondolom én, akkor ő ottan előadná a valót. Az, hogy mi sül ki belőle, az meg egy másik történet, mert ugye Leiannál megcsinálták a számítógépet, felvitték, megszerkesztette a Józsi, Pisti hozzá mondta, és akkor Rózsika meg hozzá mondta a hangot, és akkor oké. Okay. De itt gondolom az lenne, hogy bevinnék az adatokat, megnyomnák a gombot, aztán ott rohangálna, ahogy hívják. Legalábbis négy tudom elképzelni ezt a mesterséges intelligencia dolgot. Aztán ki tudja, aztán lehet, hogy a végén, hogy lenne a T-801-es, ki tudja. Mert kicsit nagyon feszegetjük ezt a határt, de én nekem jobban tetszik különben az a megoldás, amit a Luke Skywalker-nél használtak a fiatal Mark Hamill-nél, úgyhogy effektíve egy színész játszott el, csak ugye ő neki volt egy kis
most nem is tudom, hogy igazság szerint a Mark Hamillnél, vagy a Luke-nál, hogy teljesen új színész volt, azt tudom, hogy új színész volt, csak hogy őnek is így megmódosították-e az arcát. Mert ugye a Mandónak a végén, ott még nem, a második évad végén, amikor elviszi a kis töpörödött zöld valamit. Tudom, a Grogut? Na, oké. Okay. Elviszi, és ott egyértelműen számítógépes Luke volt. De mondjuk a Leila az borzalmas volt. De ugye a harmadikban, vagy a Szókában, vagy a melyik, nem, bocsánat, a Boba Fettben volt, ugye. Ott volt a színész, aki már a Luke-ot játszotta. Nekem az jobban tetszett az a megoldás. Nem tudom miért, nekem jobban tetszett. Azt nyilvánvalóan látni, hogy az elmúlt években ez valami nagy fejlődésen ment keresztül, mert már a Rogue One-os Leia is és sokkal elmaradottabb, mint a Luke Skywalker pár évvel később a Mandalorianban. És ugye a tavalyi Indiana Jones-ban a visszafiatalított Harrison Ford valami jól nézett ki, de ott is azért lebukott, hogy a hang az a 70-valahány éves Harrison Ford, tehát nem lett ez megcsinálva. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan probléma, amivel foglalkozni kell, és az a mostani strike is részben erről szólt, de a strike szerintem inkább arról szólt, mint nem arról, hogy Harrison Fordokat digitalizálunk be, hanem hogy a háttérben szereplő statiszták, vagy minimális szereplő színészek ne járjanak úgy, hogy elmennek egy statiszta szereplőre, beszkennelik őket, és az év hátal érő részében 8 különböző filmben munkadnak fel a háttérben, tehát itt még ez a szint működik csak szerintem. Az igazán nagy, tehát hogy most föltámasztjuk Freddie Mercury-t és duettet énekel Louis Armstronggal, az még szerintem messze van. De nem annyira messze a jelek szerint. És én ezért is egy kicsit még korainak érzem, hogy arról beszéljünk, hogy William Shatnert AI-jal helyettesítjük. De előbb-utóbb el fog jönni, igen, ez a korszak, és akkor át kell gondolni, hogy ezt szabad-e egyáltalán csinálni, mert nekem, mint átlagos Star Trek nézőnek, nagyon mondjuk nem mondhatom, hogy átlagos Star Trek néző vagyok, egy podcastben szereplek minden héten, de azt gondolom, hogy simán meg lehet azt oldani, hogy egy más színész kapja meg ezt a szerepet, a Star Wars-ban is a Mon Mothma színésznője például, az új színésznője, barom jó. És semmi CGI nincs benne, csak valaki vette a fáradtságot, hogy egy kicsit alakítson a karakter. És ezzel semmi probléma, mert mostani új körkel sincsen nagyobb problémánk, leszámítva persze azt, hogy mit keres Hound-on pályakajtóján. De igazából nekem azért volt vicces ez a hír, mert miközben az AI színészek kérdése fontos, és érdemes beszélni, azt, hogy William Shatner beszáll, hogy de majd az AI körk az mennyire jó lenne, azzal teljesen egy ilyen vágybeteljesítő dolgot érzékelek, hiszen már két különböző színész játszotta a Körköt azóta, ugye Chris Pine a filmekben, és most Paul Wesley a Strange New Worlds-ben, tehát túl vagyunk ezen a kérdésen, hogy a William Shatner az egyetlen, aki el tudja játszani Körköt, és ezzel inkább úgy érzem, hogy William Shatner így próbálja erősíteni az emberekben, hogy csak ő a Körk és senki más, míg én sokkal jobban el vagyok egyébként teljesen jól Paul Wesley-vel, mint egy AI William Shatnerre. Hát, én most a William Shatnert megvéden, jó, én mindig megvédem a William Shatnert, de akkor úgy mondom, hogy most is megvédeném, mert szerintem csak annyi volt, bár nem ismerem az eredeti forrást, hogy rákérdeztek, hogy amúgy, hogyha Emmy-vel helyettesítenék, akkor benne lenne-e, és akkor azt mondta, hogy igen, ő benne lenne, tehát nem ő hozakodott vele elő, hogy na, ide figyeljetek, hogyha van egy ilyen AI, akkor a Körk az Körk, és akkor a Körk az William Shatner. Meg abban is bízhatunk, hogy Shatner még 20-30-45-ig simán velünk marad, ahogy helyzet kinéz. Mennyi ő most? 80 körül van már? Ugye? 93. 93. Ha, bocs, fiatalítom. Már lassan a 3 számjegyű lesz az év, az évszám. És elkezd zöldülni, nem? És Yoda lesz belőle. Igen. Hát én nem akarok egyébként a fejlődésnek az útjába állni, de ez, hogy AI színész, nekem valahogy a szervezetem minden porcikája tiltakozik. Tehát az egy másik műfaj. De lehet, hogy annyira nincs még itt ennek az ideje, hogy korai még erről így nyilatkozni, csak bennem van egy
egy alapvető ellenszenv ezzel az egésszel kapcsolatban. Hát igaz, az én is jobban támogatom különben azt a verziót, amit a Luke-nál használtak, hogy egy másik nagyon hasonlító színész, érted? Most a cég majd szerez valakit, nem csak a régen elnököt, meg a Antonio Coimbra Coronia Diaz Védó testvéreket fogják megtalálni, hanem szerintem ugyanúgy meg lehetne találni a hasonlókat a többi színészhez is, aki hasonlít. Én nekem a Leila, az én mondtam is, hogy attól a falat vakartam. Imádom a Zsivány egyest. Szerintem első három után a legjobb. Tudom, ez most egy Star Trek kibeszélő, de én nagy Star Wars rajongó is vagyok, és én is azt mondom, hogy ott talán az az egyik legjobb film a első három óta, mármint a 4-5-6 óta, de az a Leila, tehát miért kellett megfordulni, hát elég lett volna, csak ott áll, nézi a képernyőt. Pontosan ugye ezt mondtok mi is, hogy nem kellett volna mutatni az arcát. Vagy egy fiatal lány beöltöztetne. Tehát mindenki tudja, hogy ki volt az, még aki a Star Wars nem is ismeri, az is tudja. Jó, a Tarkin az már egy másik tészta volt, mert ugye ő végig szerepelt benne, ugye ő is ez a volt, viszont ott nagyon ügyesen, olyan jól megoldották, hogy folyamatosan ugye fél homályban volt. És ezzel olyan elvették ezt a hogyják élét, tehát hogy el tudták bújtatni, hogy az nem a valós. Az nagyon jól sikerült, a Leila az borzalmas volt. Tehát a két véglet volt a filmben, de én azt mondom, hogy inkább kerestek volna valakit, aki hasonlít rá. Szerintem sokkal jobb lett volna, hogyha valakit találnak. És hamarabb elfogja szerintem mindenki, hogy ahogy a Luke-ot is, hogy egy kicsit tudjuk, hogy más, de öregedett, kicsit más, tudjuk, kész, ennyi. Én legalábbis jobban elfogadtam. James Bondot is már hanyadik csávó játsza, és el tudja fogadni mindenki, ez most egy kicsit másképpen értelmezett karakter, de mégis ugyanaz. Jó, hát igazából ugye ez a deepfake is, amikor a 2000-es vagy a 2010-es években elkezdődött erről a párbeszéd, hogy mit szólnának az emberek, hogyha lenne ilyen, hogy a filmekben akár egy már halott színészt így megjeleníteni, akkor szerintem ott is volt tiltakozás, és a mai napig van egy ellenállás ezzel szemben, hogy de most akkor ezt miért kell? Tehát most nyugodtan... De ezt a nép elfogadja. Lásd Harry Potter. Uh-huh. Kicserélték a Dumbledore-t. Volt helyette tiltakozás? Nem. Mindenki tudta, hogy szegény meghalt, ki kell cserélni. Ugyanígy fog járni most, ahogy az Ahsókának a második évada. Ugye meghalt azt a színészt, hát az egy zseniális volt ez a színész, hogy alakította. De szerintem úgy is majd találni fognak helyette valakit, és kell, mert muszáj lesz a maga, úgy hívják, karaktert kicserélni. De szerintem ezt a nagyon sok filmben játszották, ugye mondom, Harry Potter az egyik legjobb példára, hogy kicserélték a karaktert, és hát jó, máshogy nézett ki, de mindenki túllépett rajta, és nem volt bőle felhördülés, hogy úristen, miért cserélték ki, tudta mindenki meg, hát és ennyi. De akkor sem volt volna felhördülés, hogy miért nem találtak egy jobbat, vagy blablabla, ennyi. Hát egyébként a Star Trek esetén a Spocknál van felhördülés, mert a Leonard Nimoy az sokaknak egy olyan színész, hogy szentségtörésnek tartották az Eden Packet is, meg a Zachary Quintót is, és mind a mai napig néha-néha úgy felbudjannak olyan kommentek, hogy távozz tőlem, tehát ezt nem lehet ilyet csinálni. Mondjuk ez meg se közelíti még az eredeti Battlestar Galactica sorozat rajongóinak az érzéseit, az új Battlestar Galactica, új, ami már sok, majdnem 20 éves gyakorlatilag. De igen, sok pozitív hang is van egyébként az Ethan Peck-nek az alakításával kapcsolatban, úgyhogy neki is van egyébként rajongótábora, és hát azért az emberek nagyobbik, értemesebb része elfogadja, hogyha Leonard Nimoy meghalt, akkor valaki más játssza az szerepet. Igen, meg szerintem ez színészválasztás is, tehát hogy kit választanak a karakteren. Nekem a legjobb példa, Én nagyon szeretem, ahogy hívják ott, ugye a Dr. McCoy-t, mint hogyek színész. A Kár Urbánt nagyon szeretem, tehát szerintem egy tökéletesen jó választás volt a McCoy-nak. Ellenbe a Scottival. Azt a színész is bírom, tehát nincs vele gond, tehát szeretem azt a színészt is, mint színész, de szerintem a Scottihoz egy borzalmas választás volt. Szerintem. Én meglátásom szerint, de ez meg lehet, hogy szubjektív, ez az én meglátásom, mert ugye
mert az a, mert bocsánat, az egy kicsi színész, és azért a Scotty azért egy nagy darab ember volt, egy nagyobb bacska ember volt, jó, idősebb korán még nagyobb volt, ugye, de akkor is, de... És ugye nem mondta, hogy hello, computer. Na mindegy. Nem, nekem a karakteridegen volt, mert nem úgy viselkedett, mint a még közelítően sem, mint a Scotty, ellenben ugye a doktornak a karakterével, aki aztán, na az aztán hozta. Tehát a Carl Urban az zseniálisan hozta azt a mindenkinek beszólok, és még magamnak is beszólok karaktert, ami az eredeti McCoy volt. Ez tökéletesen volt. Igen, mert én úgy érzem, hogy a JJ-s filmekben a Simon Pegg féle Scotty az inkább ilyen comic relief volt. Igen, tehát egy ilyen valós figura volt. Ellentétben a Scottyval a Tosban, aki egy komoly szakember. Igen. És nem komment volna neki hülyeskedő a Kirknek. Egy kicsit ő is vicces volt. Igen, de karakteridegen. Teljesen karakteridegen volt. A Strange New Worlds-ben meg nagyon keveset láttuk még, de nekem nagyon hozta a Scottyt, a vicces részt is, meg a zseni részt. Meg a nagy darab részt is. Még van ideje, még fiatal. De még egy kicsit eszik. Képzúan sem biztos, hogy ilyen volt még. De a Tosov Scotty se volt olyan. Tehát a Tosba is ugye, ilyen vékony volt még a Scotty. Hát ugye csak a nagy filmekre terevélyesedett meg egy kicsit, de hát ez erre jár az élettel, tehát ennyi. Ezt elfogadja mindenki. Úgyhogy, hogyha egy fiatal Scotty ilyen, vagy vékony, tehát nem ilyen, hogyha, akkor ezt én teljesen el tudom fogadni, csak ugye az a színész, aki mindig elfejtem, nem, én nagyon rossz vagyok névmemóriám, az borzalmas. Simon Pegg. Köszönöm szépen, tehát ő. Tehát alacsonyabb is, kicsi is, vékony, de nem, valahogy nekem teljesen karakteridegen volt. A viselkedése, a kinézete hozzá, én nem tudtam összehozni vele. A többieket elfogadtam, de ennyi. Jó, hát Simon Pegget talán annyira fel tudjuk menteni, hogy ő még mindig közelebb állt a régi Scottyhoz, mint a Benedict Cumberbatch a régi Khanhoz. Igen. Na jó, oké. Okay. Jó, igaz. Igaz. Jó, nem nyilatkozok, mert az a színész legenda az nekem a kedvencem, amint a Benedict. szerintem ő az egyik legzseniálisabb színész mostanában. És szerintem viszont magát a karakter, igen, ebbe igazad van tényleg, tehát ha ilyen oldalról nézzük, akkor tényleg ő is karakteridegen volt. Viszont azt a zseniális, amit alkotott, mint Khan, szerintem az már nekem jó, hogy egy színész tehetség, tehát ez egyértelmű. Mondjuk a Carl Urban is azt mondjuk, mert ő a másik fele, akit nagyon szeretek. Figyelem! A következő beszélgetés spoilereket tartalmaz. Michael Piller azt nyilatkozta, hogy a Redemption az valójában a harmadik évadra lett betervezve, annak a végére, és ott lett volna egy cliffhanger, aztán valahogy jött a Best of Both Worlds, a két világ legjava, úgyhogy eltolták, és ide került a negyedik évadnak a végére. Én ezt nem is tudtam egyébként, tehát nekem ez most újdonságként jött szembe, amikor elolvastam a triviákat, de örülök neki, hogy nem tették félre örökre ezt a sztorit, hiszen Worfnak azért nyitva maradt ez a dolog, és minden Klingon, aki a hajóra jött, az nem győzte őt megvetni, hogy ott van egy áruló, és ez mindig szóba került, szóval ezzel már valamit nagyon kellett kezdeni, és le kellett zárni ezt a történetet. Továbbra is Gergő van itt, ő a műsorunknak a vendége, Zsuzsi és Laci pedig műsorvezető társaim, ők is jelen vannak, én pedig Csaba vagyok, és Dév is jönni fog a szinkronos érdekességekben. Hát azzal sem mondok szerintem újdonságot, hogy Gene Roddenberry ki nem állhatta a Redemptionnek az alapötletét. Valahogy a Ronald D. Moore sztorikat nem szerette Gene Roddenberry, azt vettem észre, hogy ő olyan újító szellemet prezentált itt a TNG-ben, amivel a Gene Roddenberry talán nem volt kompatibilis, de hát sikerült őt meggyőzni, vagy sikerült őt lenyugtatni, úgyhogy végül is sikerült ezt az egészet átvinni, és most előttünk van ez a két epizód.
Hát, Isu, olyat írtál ide az adás naplóba, hogy a Klingon polgárháború az hogyan gazdagítja a Klingon kultúráról a képünket. Hát, nekem gazdagította, de akkor ezt a kérdést, ezt most a vendégünkhöz szegezem elsősorban, hogy azért volt itt egy fejlődés, mert már a Heart of Glory-ban is az eredeti sorozathoz képest sokat fejlődtek a Klingonok, aztán jött a Kaelárnak a története, aztán jött a Sins of the Father, és egyre jobban kitágult, kibővült, és most itt tartunk a Redemptionnél. Lehet-e még ezt fokozni? Vagy azt mondhatjuk, hogy készen van a Klingon kultúra? Szerintem igen. Azért mondom azt, hogy igen, mert megmondom őszintén, amikor meghívtatok, hogy nézzem meg, és megnéztem az epizódot, én valamiért szentű meg voltam abban a győződve, abban a hitben, hogy én ezt az epizódot láttam. És végignéztem, és kiderült, hogy nem láttam. Valamiért ez a rész, ez nekem így kimaradt az életemből, tehát nekem egy ilyen teljes döbbenet volt, hogy a viharba mentem ez a rész fölött el, vagy nem, sok részt láttam epizódot, sajnos a TNG-ben nem néztem meg úgy kronológiailag, hogy ahogy jöttek a részek, hanem mindenkit szépen végigmentem, az Enterprise-on végigmentem, de itt ez valahogy így kimaradt, de ez egy teljes sötétség volt, hogy néztem, és úgyis ezt a részt én nem láttam. És így írtam, hogy de jó, végre igazi Klingon, ahol belemélyedünk tényleg a Klingonoknak az igazi harcias verziójába, mert ugye itt azért lehet, hogy Roddenberrynek azért nem tetszett ez a rész, mert talán azt néztem, hogy ez a rész volt talán az új érához a legközelebb. Tehát itt azért egy pörgős cselekmény volt, két epizód kellett hozzá. Itt azért bent a csihipuhi, a verekedés, a lövöldözés, az űrcsata. Tehát az új Kelvin érához talán ez a rész eddig talán a legközelebbi volt, ami szerintem kellett is ahhoz, hogy a Klingonokat így megismerjük. Ugye is tudtuk, hogy a Klingon becsület hogy működik, mint működik, és ugye, ahogy te is mondtad, Csab, ugye sok-sok részen keresztül ugye építették föl ezt a Worf történetet, amit igen, ez nagyon-nagyon jól rövidre zár. Mondjuk a vége az egy picit olyan faramuci-nyuci volt, tehát nekem egy kicsit olyan furcsa volt, ahogy lezárták az utolsó 10 percet, de ennyire nem szaladnék előre. De maga az, hogy elindult, tehát az, hogy tényleg mégis most nagyon mélyen bevitt minket a Klingon kultúrába, hogy viszonyulnak, mihez viszonyulnak. Jó, ez a többi rész is felépítette, tehát ahol ugye örökölt, tehát Picard, nem bíró volt, hanem mi volt a titulus? Utódlás bírája. Minek a bírája? Utódlás bírája. Jó, van, pedig elhangzik, vagy 100 millió szóval rész. Szóval utódlás bírája, és szépen több részen keresztül ezt felépítették, és ez szerintem nagyon jó kicsúcsosodott, most nem tudom, hogy Roddenberrynek ez miért nem tetszett, mert szerintem attól független tök Star Trek-es volt végig a epizód, mert ugye a jó hotyákhoz mérten, ugye itt sem az erővel oldották meg végig is a problémát. Oké, hogy a Klingonok itt halálra gyilkolták egymást már egy-két részbe, de attól függetlenül, nem bocsánat, csak a másodikban, az elsőben még nem. És viszont tényleg ilyen nagyon szépen felépítették, hogy mégis ugyanaz volt, hogy oké, neked Klingon harci szellem, mert tényleg nagyon belevittek most minket a becsületbe. Tehát nekem az a rész az nagyon tetszett, amikor mondták, hogy ugye a Kronosz, az ahogy Kronosz, igen, Kronoszon voltak, a főváros az a ilyen terület. Tehát az a semleges terület. Semleges zóna, igen, tehát semleges zóna, és ott ütötték, verték egymást a Klingonok, és nem halálra, hanem csak úgy, és akkor akivel előtte való nap még lőtték egymást, meg megölték a másikat, az ott iszogattak, meg verekedtek. Tehát, hogy mennyire beleviszi a Klingon lélekbe úgy ez a rész az embert, hogy igen, oké, hogy ellenségek, oké, hogy tudják, hogyják, de van annyi becsület, hogy attól még együtt isznak egy semleges területen, és ez a halál közeli, hogy én harcos vagyok, és a csatába esek el, és az a legnagyobb dicsőség, ez talán itt csúcsosodott ki eddig a legjobban, szerintem ebbe a részbe. Igen, nagyon, 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 nagyon mozgalmas volt, és ugye, hogy meg is néztem, ugye ez másfél óra volt, konkrétan egy nagy film,
és nem is tűnt másfél órának, tehát így süty, és így elszaladt, és tök jó volt, tehát ez tényleg nagyon mozgalmas volt. Most az, hogy ugye a Tesejár vonalat is behozták ebbe a történetbe, az nagyon szátrekes volt, tehát ez bődületesen az volt szerintem, hogy visszaküldi az időbe ő, és hogy hívják, mondjuk lehet, hogy valamiről lemaradtam valamelyik résznél, bocsánat, de ez nem itt derült ki, vagy ez már előző részben is kiderült, hogy a Tesejárt visszaküldte az időbe. Nem derült, itt derül ki, úgy, hogy visszaküldi az időbe őt. Mert én nem emlékszem rá, hogy előző részekben ez lett volna. Mi láttuk már, hogy visszaküldték a Tesejárt az időbe, az a Yesterday's Enterprise volt a harmadik szezonban. Ahol lemaradtam róla. Miután visszaküldték. Arra most kaptunk. Azt csak most mondták el, arra hogy most mi történt velük utána. Azért mondom, hogy akkor volt előzménye ugyanúgy, és nekem ezt szerettem a TNG-be különben nagyon, hogy meg kell nézni hozzá részeket, mert hiába nagyon sok TNG független egymástól, tehát különböző történet, valamilyen úton mondani egy picit a több évadon keresztül valahogy össze. És nézzétek meg, nem láttam azt a részt, tehát azt nem láttam, és oké, csak pislogtam a fejembe, és oké, visszaküldte. Jó, oké, rendben. És most akkor mi van? Mondom, hogy is beszéljük, akkor megkérdezem, hogy valószínűleg lemaradtam egy részről valahol, megint, nem csak erről, akkor ezek szerint egy előzményéről is, ahol visszaküldi az időben a Picard, mert ő annyira természetesen beszéltek róla, és tudta a Picard, hogy miről van szó, hogy Picard biztos, hogy kellett valami előzményének lenni, amiről én maradtam le, mint néző, és ezért zseniális a TNG szerintem, mert hogy hiába különálló részek, azért úgy összes, vannak ilyen szálak, amik így összekötik szét, nem mereven, mint mondjuk az Enterprise-t, meg a Strange New World-ben, meg a társaiban, hanem ilyen nagyon finoman szövi össze ezt a sok évadot, ezek a szálak, és ez szerintem nagyon, nagyon jót tesz a sorozatnak, szerintem. Hát itt kezdődnek ezek, és igazából Ronald D. Moore-éknak köszönhető szerintem, mert hogy ők kezdték itt szövegetni ezeket, és nem véletlenül, hogy pont Gene Roddenberry-nek nem tetszett, mert nem csak maga a témaválasztás, de ez a fajta szerializáltság is egy olyan dolog volt. Ez egyébként Rick Bermannak se tetszett, mert ő a szindikáció miatt mindenképpen szerette volna, ha legszigorúbban véve is epizódikus. Egyébként tényleg az a tény, hogy itt a polgárháborús epizód olyan sok Klingon epizódra épít, és ezt nem nagyon sikerül az előzetesben, tehát azokat a jeleneteket, például a második rész elején, hogy az előző rész tartalmából, az a legszigorúbban az előző rész tartalmában ból van. Ugye megszokhattuk a mai sorozatokban, hogy ilyenkor több szezonokra végig válogatják azokat a jeleneteket, amik kellenek a nézőnek, hogy megértse. Nekünk is, neked is könnyebb lett volna valószínűleg, ha Yesterday's Enterprise-ból is kapsz egy jelenetet az Skin of Evil-ből, amikor meghalt a Tasha, amikor visszaküldik őket, a Worfnak néhány másik epizódjából, erről majd Lassi többet is mesél, akinek ez volt az első két epizód, amit valaha látott. Nem valaha, de majd nem valaha. De hogy igen. Igen. A reunion résznél már mondtuk egyébként, tényleg az eszembe jutott, hogy most akkor, hogyha a harmadik szezon végén lett volna, akkor nem is lett volna a reunion előtte, mert hogy az negyedik szezon, viszont az nagyon jó rész volt, és örülök, hogy ez a redemption már utána keletkezett. Szóval annál is azt mondtuk, hogy ez hát olyan ez a Klingon történet, mint egy királydráma, és hát ez is olyan volt, főleg ugye az első, ami teljesen Klingon központú volt, hát olyan volt, mintha nem is lett volna A és B szála, aztán így szétszálasztuk, hogy talán a Worf az A, és a Lőrsze és a Bétor meg a Romulánok talán a B, de hogy annyira hasonlított a kettő, és tényleg olyan intrikálás volt. Valamelyik készítő az én Claudiushoz hasonlította, az pedig ugye ott a római korban ilyen mindenféle intrikák. Nekem érdekes módon, ez egy kicsit megzavart, szóval, hogy gazdagította a tudásomat a Klingonokról, de össze is kuszálta teljesen. Tehát ahhoz képest, hogy mennyit mondták a Klingonokról, hogy becsület, és tényleg jól hozzák ezt a viking szamuráj dolgot,
De közben meg a Gavron fél a nagy tanácstól, mert hogy a Durászéknak ott támogatásuk van. Szóval, hogy és tényleg úgy helyezkednek, hogy elfogadja a Gavron, hogy valaki, akiről tudja, hogy ártatlanul vesztette el a becsületét, oké, az semmi baj, mert hogy mit szól a nagy tanács majd. Nekem ez olyan nem klingon volt. Szóval, hogy volt egy csomó nem klingonos viselkedés, és nem csak a Durászék részéről. Az még belefért, amikor a Worfék simán megzsarolták a Gavront, az egy olyan klingonos zsarolás volt, hogy jó, menjen be csak a háborúba, és majd az utolsó pillanatban mi jövünk a flottával, megmutatjuk, hogy erősek vagyunk. Ez egy olyan megzsarolás, hát csak idézőjelben mondom, ami olyan belefér ugye a klingon gondolkodásmódba. Nekem ez a Gavron féle, jó van, Wolf, te akartál becsület nélkül élni, akkor most ez fontosabb, mint hogy a nagy tanács az most... Mit gondol, az nekem fontosabb? Nekem ez egy kicsit problémás igen, volt. Igen, én viszont erre azt mondtam neki, hogy szerintem ez olyasmi, hogy a klingonok azért nem hülyék, hanem hogy ahhoz, hogy le tudjanak csapni, az úgy kell hozni a saktáblán a figurákat, hogy a megfelelő helyzetben tudjanak lecsapni rá. És... Igen, csak ez a fajta sakkozás, meddig a klingon módi, és meddig a romulán. Szóval, hogy mikor mondjuk azt, hogy ez már egy kicsit romulános. Tehát, ha Durászékest csinálják, akkor tudjuk, hogy ők a romulánok támogatását élvezik, tehát őtőlük nem zavar, csak amikor a többi szereplő kezdi sakkozni és számolgatni. Akkor azt sem egészen értettem, hogy most mitől is fél annyira Gavron a nagy tanácsban. Tehát azt mondja, hogy Durász családnak nagy a hatalma. Most látjuk Lőrszet és Bétort. Azt mondják rájuk, hogy ja, hát nők azok nem lehetnek a nagy tanácsban, ami egyébként furcsa, mert mintha az előző részben még lettek volna, meg mintha a Kélárnak akartak volna egy pozíciót adni valaki a nagy Kélár tanácsban. Kélár eléggé nő. Eléggé nő volt, ami utoljára láttuk. Akkor a Torán még egyáltalán nem szerzett magának becsületet, tehát azért a klingonok alapján az valahogy azért kéne neki. Tehát akkor mi adja a támogatóikat? Hogyha kiderül, hogy ők romulánok, akkor a külső klingon közönség, mármint, hogy a romulánokkal kapcsolatban vannak, vagy hogy ők adtak át információkat, akkor számos most semleges klingon bizonyára elpártolna tőlük. Tehát, hogy akkor... Miért nem hozzák ezt a nagy tanácson kívül? De ezt mondják. Én nem tudom. Nekem ezek több kérdés volt ezzel, mint válasz. A Romulán szállat azt szerintem azt csak a Durász családra hozták, mert ugye mondja is utána az öccse neki, hogyha ez kiderül, hogy tényleg igaz ez a Romulán szál, akkor a legtöbben, akik mögött állnak, a Durász család mögött, az el fog pártolni tőlük. Tehát, jó, de akkor Gavron miért nem ezt hozza nyilvánosságra? Miért mondja azt, hogy hagyjunk mindenkit abban a hitben? De hát van rá, a Worf tud, aki tudom erről szerezni bizonyítékot. Uh-huh. Szerez is. Van rá bizonyíték. Worf mondja, hogy van bizonyíték. Jó, nem használja fel, azt mondja, hogy ja, az nem számít, mert a Durász családnak túl nagy a hatalma. Igen, csak miközben a Durász család hatalma akár azon múlhat, hogy tudja a közönség, vagy nem. Igen, csak ugye mondja neki a Picard, hogy ugye ezt nem használhatja fel, utána engedélyezi mégiscsak, hogy felhasználja. De aztán végén ugye ő meg lemond. Tehát utána még már nem fogja felhasználni. Tehát a Worfnak ez a... Dehogy nem, attól még felhasználhatja. Felhasználhatja, csak ugye ő végig egy ilyen kötéltáncot játszott a föderációs Worf, meg a Klingon Worf között. Ugye ez egész végig kísért a részt, és mondjuk abban igazad van, hogy tényleg felhasználta volna, csak nem biztos, hogy ebben a szituációban a Worftól elhitték volna, ha egy föderációs adatbázisba oda teszik eléjük. Ez sokkal hihetőbb volt, hogy így buktatták le őket, hogy mondjuk ez is egy kicsit sántított, tehát azért, hogy ott van egy hajó, három darab romulán hajót előhoznak ott a protontorpedó felhőbe, és ott az még egy nem bizonyíték, csak ugye ott azzal végeredményben úgy alakították, hogy nem tudtak nekik segíteni, és legyőzték őket. Ugye ez volt a bizonyíték, hogy ugye, de végül is a végén sem mondják ki azt, hogy a Durász családot a klingonok ugye támogatták, csak hogy ott voltak, a romulánok támogatták őket, bocsánat, és a végén nem hangzik el, hogy igen,
Láttátok? A Durás családot, igen, igenis. Mondjuk mondja a Worf, ugye őt taszította, Worfnak ugye a jaj, de itt akartam mondani a fő kancellár nevét, akit ugye beemeltek a hű, vigyorgósat. Na mindegy. Gavron, bocsánat, hogy ugye ott a törés ugye a becsületét ő vett el, de akkor sem mondják rájuk, hogy a Durás család árulta el a Klingon népet a Romulánoknak. Tehát ezt benne hagyták a homályba. Elég volt nekik az, hogy a Picardék, meg a Föderáció kikapcsolta, hogy hívják a Romulánokat a képletből, és ugye rögtön megfordult a háború, és győztek a Worfnak a társai, meg a mindenki. Kicsit azért, igen, nyitva maradt egy-két kérdés, tehát attól függetlenül, hogy meg szerintem az egész részt belintézték annyival a becsületet, hogy ugye amikor megmentette a életét, ezért visszaadta neki a becsületet. És innen között tisztára van mosva. Tehát mint a nagy tanács elnöke, ő visszaadta neki a családjának a becsületét. És innentől kezdve viszont meg már nem nagyon láttam jelentőségét, hogy egyszerűbb volt, tehát inkább ezt arrafelé hajaznám, hogy ugye Klingon háború, nekik nyernek, legyőzik az ellenséget. Tehát nekik fontosabb volt az, hogy legyőzzék az ellenséget, még hogyha belháború is volt, mint hogy esetleg kiderül, hogy elárulták, stb., és akkor utána meg így nyernének. És igen, nyilván az klingonosabb megoldás, igen, mint a Wikileaks-et használunk. Az a rész teljesen okés volt nekem, és teljesen klingonos, hogy ők ezt háborúval tudják ezt legyőzni. Nekem az a sakkozás az elején nem tetszett. Úgyhogy ami még így a klingon szokásokkal kapcsolatban így felmerül bennem, mint teljesen trivia kérdés, mi abban a praktikum, hogy a Lőrszának meg a Bétornak pont a legérzékenyebb résznél, ahol a két szívük van, vagy akármi, pont kivágott a ruhájuk. Az most kinek jó? Az a cleavage. Teljesen kint van ugye a mellük. Pont azon a résznél, ahol az összes klingona ugye a pajzsolja magát. Szerintem a klingon férfiaknak. Nem a klingon férfiak, oda se néztek. Semmi ráutalás nem volt. Különben is a klingon férfiakról soha nem mondták, hogy a dekoltást nézik, hanem hogy a nő szekrényt dobál rájuk. Nem? Ezt mondtál. A férfi verseket szabad, a nő meg szekrényt dobál rájuk. Ahhoz nem kell idáig kivágottnak lenni. A kélár sem volt az igazából. Na ez a problémám ezzel a dologgal. Hogy a nézőknek se szóljon. Mert szerintem ez degradálja a női nézőket, meg szerintem a férfi nézőket. De ez zárja, ez akkor volt, amikor a Worfot megpróbálták átcsábítani a másik oldalra? Vagy nem, ez mindig ott volt. Ez az egyetlen ruhájuk volt. Nem mondok semmit erre most, jó? Nem azt mondja. Meg nem vette észre. Nem ezzel foglalkoztam tényleg. Ez engem mindig érdekelt ezeknél az Amazon dolgoknál, hogy ugye a férfiak mindig hatalmas pajzsokban vannak, és akkor ott van Xena, meg Wonder Woman, meg nem tudom micsoda, és akkor csak a hasuk látszik ki, a combjuk, a mindenük, a mellük idáig. Bár egyébként volt egy érdekes dolog, mert a történetet ennyi. A Wonder Womannek ugye két része volt, és talán mintha az elsőben vagy nő rendezte, azt hiszem nő rendezte. Másodikat is nő rendezte. Nem, a másodikat meg férfi. Nem a másik, hanem amikor a Wonder Woman szerepelt a másik filmben. Igen. Abba az férfi rendezte, és hogy egymás mellé tették a két ruházatát a karakternek, és hát elég érdekes különbségek voltak ott az Amazonoknál, meg magánál Wonder Womannél, hogy mennyi praktikus takarást és védelmet okozott a csatában a ruházat. Hát az igazság, a Zack Snyder féle igazságligája. Abban vannak az Amazonok. Igen, meg a Batman vs. Robin. És nem is egy, hanem két férfi rendezte. Igen, most nem tudom, melyikből volt a kép, de hogy azért jellegzetes, hogy lehet úgy ruhát adni rájuk, hogy jól nézzen ki, de azért úgy gondolt, hogy megvédi őt a dolgoktól. Ez a Durász, vagy Lőrsze és Bétor ruhája, ez nem pont olyannak nézett ki. Hát jó, mert szerintem a két karakter, hogy hidegelődés nagy... minél messzebb akarok lenni, ne? Ja. Esküszöm, megnézem, de én a nagyfilmben úgy emlékszem, hogy így nyakig be vannak öltözve a lányok. Nem? Mert valamiért az ugrott be, hogy abban viszont tényleg rendesen be vannak öltözve a nagyfilmben.
Na, ezt majd megnézzük. Ezt megnézzük. Esküszöm, most is meg fogom nézni. Erre kíváncsi szerintem lesz. Nagyon leragadtunk ennél a ruhánál, de ha már ennyire leragadtunk, akkor én is hozzáteszem, hogy én nem látok ebben most, ez szerintem nem olyan, mint a Tipolnak a testhez simuló igen, ruhája, mert ez a két vagy klingon a nő, meg összességében a klingon faj, ez egy ilyen savage, egy ilyen brutális, túlfűtött, mindjárt rámászik a Picardra, mindjárt rámászik a Worfra, és röfög, és morog, és ehhez szerintem abszolút hozzátartozik ez a ruha. Nincs funkciója, tehát nem lehet vele csatába menni. Itt mondtad, Gergő, hogy a klingon férfiaknak van. Igen, ez a klingon férfiaknak van. Úgyhogy én itt ezt látom funkciónak, és ilyen szempontból én ezt nem érzem bántónak, vagy nem érzem sértőnek. Köszönöm. Ja igen, én azt akartam elmesélni az egész epizódról, hogy én ezt valamikor 94-ben láttam. Még teljesen viszonylag új Star Trek néző voltam, és valamiért az akkori forgalmazó kinyomta ezt a részt videókazettán, ezt a két részt tévéfilmként összevágva a videókazettán, és én nem volt még annyira meg a fejemben, hogy pontosan hogy is épül fel ez a Star Trek univerzum, és teljesen le voltam döbbenve olyan szálaktól, hogy a meghaltas a jár visszatér, hogy itt van valami kavarás a klingonokkal, tehát szerintem ez egy tök új nézőknek, ez egy teljesen mély víz, uh-huh. És az akkori videók között a kölcsönzőkben, és hát a filmeket lehetett elérni talán azt hiszem 6-ig, az első 6 filmet, és bedobták ezt, meg két másik hasonló TNG TV filmet, hát totálisan el voltam veszve, hogy mi történik itt, és különösen ez a Szela dolog, amit ugye el is magyaráznak, és Pika azt mondja, hát én nem emlékszem semmire, hát én is így néztem, hogy nem vagy egyedül, haver! Teljesen meg tudlak érteni. Most én is így voltam ezzel. Tehát, és én pedig nem kezdő Star Trek néző vagyok, de most én is totál elvesztem, és azt mondtam, hogy ez most mi? A Klingon szállat azt tudta meg, a Worfot, meg ezeket, az oké volt. De ez a Tasha Yaros, hogyha én komolyan első résztek a végén, mikor megjelenti a Tasha Yari, hát te hogy kerülsz ide? De komolyan így. És az volt így, hogy és utána sem magyarázzák meg rá teljesen, hanem csak úgy lóg a levegőben a lóg, és nem látod a Yesterday Center, persze még annyi nyomot sincs, hogy most mi az ördög történik itt. És akkor kerestem valakit, akkor már voltak internetes fórumok, hogy magyarázza rá valaki, mi történik, és itt is leírták, hogy hát timeline, meg párhuzamos univerzum, és akkor micsoda? mi ilyenek a Next Generation-ben? Szó nem volt erről. Úgyhogy most már képben vagyok, persze így x évvel később. De én most sem vagyok képben egyébként, mert én most is úgy néztem, hogy pedig most a Yesterday's Enterprise-t azt nemrég néztük, nemrég beszéltük ki, de nekem most is kapaszkodnom kellett, hogy akkor most hogy is volt ez az egész, tehát meredek. Nagyon összetett, meredek. És nagyon gyors, és pörgős az egész epizód. Mondom, nekem nem tűnt másfél órának a másfél óra. Tehát a 2x45 perc, nekem 1x45 percnek tűnt. Komolyan. Tehát annyira egy tényleg egy nem jellemző Star Trekre egy ilyen pörgős epizód, és megy a cselekmény, és zajlik, és nincsenek benne mélyreható, akkor most a tricorderrel elemezzük ki a fal integritásának, a szerkezetének, a négyzetgyökének, ahogy hívják el, és a legnagyobb, legmélyebb, hogy hívják, a legmélyebb beszélgetés az a tachyon hálónak a kialakítása. Kész. Az is 30 másodperc. Azt csókolom. És tényleg egy ilyen akciófilm volt. Ez egy akciófilm volt, tehát egy akciós rész volt. Szerintem. És azért mondtam, hogy talán ez hasonlít a legjobban a Kelvin érához, hogy a legközelebb, amit eddig láttam ilyen TNG epizódokat, és megmondom őszintén, hogy tetszett. Tehát nem volt olyan, tehát meg volt benne a Star Trek vonal, meg volt benne a megmagyarázzuk, a tachyon sugár, és akkor keresztezés, akkor föltöltődik részecskével, de azt is ilyen nem 15 percen keresztül magyarázzák, mint egy részben általában, hanem két mondat elintézte a Data is. Ennyi. Viszont az a Data-s jelenet, az a, amikor átment a hajóra, az nagyon tetszett nekem az epizód, ahogy, tudod, ez a, ugye annyira nem jellemző a Star Trekre az a, tehát a Star Trek ugye elfogadásról szól. És rögtön azzal fogadják, hogy figyelj, téged nem fogadunk el, te egy android vagy, mit akarsz itt? Ember. Tehát, és nekem az egy kicsit ilyen Star Trek idegen volt. Én vágtam, hogy bele kell tenni egy ilyet, hogy nem fogadják el rögtön a Datát,
de na az a rész volt talán az egyetlen olyan, amit egy kicsit ilyen idegennek tűnt nekem, Star Trek idegennek, mert ugye alapból a Star Trek az elfogadásról szól. Arról, hogy megértsük, elfogadjuk a másikat, sok ember él együtt, és akkor rögtön jön egy olyan első tiszt, aki rögtön le akar mondani, amikor meglátja az androidot. Mi van? Nekem ez egy kicsit úgy erős volt. De igen. Jó volt, attól függetlenül, csak egy kicsit erős. Mi is így voltunk vele, hogy oké, hogy most így hirtelen Data-nak adunk egy kis pár jelenet, nem is kicsi, egy elég hosszú jelenetet ebben az epizódban, ami ráadásul tök másról szólt, ez nem egy kifejezetten egy Data-fejlesztős epizódnak van száma, és megjelenik Data-ben egész hosszan, és megjelenik ez a figura, akit Hobsonnak hívnak, és kiderül, hogy rasszista, xenofób, meg mit tudom én mi, és ez így teljességgel szokatlan. Uh-huh. Mert ugye Tosban még láttunk, még volt olyan, amikor rászólt a Körk azért koronás, hogy na, akkor most fogja be ezeket a dolgokat, és vigye ki a bigámiáját, bigottságát, bocsánat, a hídról, és ott még, és de ugye a Next Generation-ben mindig arról beszéltünk az első 2-3 évadban, az első, hogy azért itt már a szuperhumanek vannak, akik nem történnek, és Csillagflotta nem az a munkahely, ahol nem a legjobb emberek vannak, és ehhez képest megjelenik itt ez a figura, aki így egyből elkezdi kihúzni a gyufát. Szóval ez egy meglehetősen fura lépés volt, és ami igazán zavar az egészben, az, hogy igazából ezt nem reagáltuk le. Data elintézte, amiért jött, és Data hazament, és nem foglalkoztunk ezzel, hogy akkor most tulajdonképpen egyrészt, hogy Data tanult-e valamit, de ami fontosabb, hogy a Hobson tanult-e valamit az eseményekből. A végén kapitánynak hívta szerintem abban, igen, az, hogy yes sir, captain, vagyis hát igen, uram, kapitány, igen. Azt akarta kifejezni, hogy elfogadta őt kapitánynak. Igen. Én ezt gondolom, viszont ezzel kapcsolatban is sok kérdést írtam ki magamnak, mert hogy a Hobson annyira ellenszenves volt, és annyira rasszista, nekem a kedvencem, hogy azóta azért bebizonyítottuk, hogy is azt mondta, hogy egy androidból soha nem lesz jó kapitánya, hogy egy klingonból lesz kanszalor, tanácsadó, hogy igazából, hogyha a Worfot megnézzük a harmadik szezonban, hát ő egy zseniális ilyen zenmester, aki akár tanácsadó is lehetne, mert hogy pont most a Lower Decksnek a negyedik szezonja végén volt egy klingon, és a Marinert gyakorlatilag egy kanszalorként hallgatta meg, és nagyon zseniális volt. Szóval most arra eljutottunk odáig, hogy már egy klingon is akár jó tanácsadó lehet. De ugye Hobson annyira rasszistaként kezeli ezt a helyzetet, hogy egyáltalán fel sem merül a kérdés ezek után, hogy valójában jó ötlete Picardtól Datát kapitánynak kinevezni. Nem azért, mert android. Ti hányszor emlékeztek rá, hogy a Data mondjuk vezetett volna egy leszálló csapatot, vagy hogy bármilyen vezetői szerepet kapott volna? Volt. A Data-nak vezetői szerepe. Volt az az epizód, amikor egy bolygóra került, itt föl is írtam nektek az adásnaplóba. Igen, a komment, de ott sincs leszálló csapata, tehát nincsenek saját emberei. Ott egy ottani csapatot kell meggyőzni, ottani lakó embereket, hogy hagyják el a bolygót. Mm-hmm. Valamelyest meg kell mutatni némi vezetői tulajdonságokat, de neki magának nincsen ebben vezetői szerepe. Őket azért küldik oda le, mert hogy valami sugárzás van a bolygón, és csak ő az android, aki túléli ezt a sugárzást. Ne menjünk bele abba, hogy hol vannak a sugárzásvédő ruhák, valahova elküldték őket mosásba, vagy én nem tudom. Van de vezetői szerepe. Egyedül küldik le, nincs csapata. Ott van vezetői szerepe, ott egy politikai vezetői szerepe van, tehát igen, a saját oldalára kell állítani embereket, ami nem annyira külön. Ugyanazt, mint egy kapitányságot odaadni hirtelen valakinek? Ez úgy volt egyébként ebben az epizódban, a Kelvint említette itt többször a Gergő, nagyon a Kelvin filmre emlékeztetett az a jelenet, hogy a Data oda megy a Picardhoz, vagy ott marad a szobába, és pusolja, hogy de kapitány, én szeretnék egy hajót kapni. Igen. Ez ugyanez a jelenet. És ez Data-s szerintem? Nem. Ez ugyanaz a jelenet, amikor a Kelvin filmben oda megy az Uhura a Spockhoz, hogy lehet az, hogy én nem az Enterprise-ra kerültem, és akkor elkezd valamit magyarázni a Spock, és akkor én az Enterprise-on vagyok, és akkor a Spock azt mondja, hogy igen, úgy vélem, ott van.
És ez teljesen tök ugyanaz a jelenet, mint a Kelvin filmben, igen. Hogy igen, Mr. Data, látom, hogy itt van egy üres hajó, ott jól jönne egy kapitány. Tehát ez ennyi. Igen, de én úgy érzem, hogy nem nagyon Détás, mert hogy neki eddig soha nem volt ilyen ambíciója. Most sem arról van szó, hogy mindenkit az Enterprise-on szét irányítottak volna, mert csak a Rikert küldték, és a Geordit csak első tisztjeként a Rikernek. Tehát, hogy igazából ott van 37 hajó, abból egyre küldtek az Enterprise-ról csak ember. Nem volt sose ambíciója a Détának idáig. De most lehet, hogy... Legyen, én az ambíciót azt még, azt, még biztos, azt tudom mondani. A kapitánysággal kell kezdeni, még szerintem. Én az ambícióra még azt tudom mondani, hogy most van, tehát én ezt el tudom fogadni. Én azt nem tudom elfogadni, hogy ezt a történetszálat miért kellett így belegyűrni ebbe az epizódba. Biztos, hogy jobban, igen, biztos, igen. Hogy jobb lett volna, hogyha több időt szánnak rá. Ez egy külön epizódnak tökéletes lett volna valahogy. Amúgy egyébként a Détának valamelyik részben láttuk, hogy jöv az éjszakai műszakban a... Igen, ezt még el tudom fogadni, talán, hogy ő a híd felügyelő, vagy valami, azt hiszem a Data State-ben volt, igen, de hogy nem tudom, nekem ez egy kicsit kérdéses. Azt egyébként, mint android, attól még, hogy általában nincsenek érzései, szerintem beír egy szubrutint, hogy hogyan kell viselkedni ebben a helyzetben, aztán megoldott a szerintem dolog. Szerintem úgy viselkedett, mint egy ember, tehát a Picard kapitány elkezdte kiosztani a feladatokat, azt mondta, hogy Riker, te azt a hajót kapod, igen, a Geordi lesz neked az első tiszted, és ott megfogalmazódott a Détába, amit egyébként a Picardnak is előad, hogy én itt vagyok 26 éves csillagflotta szolgálati múlttal, mi az, hogy én ilyen helyzetben nem kapom meg a parancsnokságot, tehát abszolút emberi vagy, abszolút jöhet ez belőle, szerintem én ezt el tudom fogadni, hogy ez így alakuljon, ahogy a múlt héten jött belőle az, hogy ő akkor ebbe a romantikus kapcsolatba bele fog kezdeni. Nyilván az nem az ő ötlete volt teljesen, de itt szerintem az volt az inspiráció, hogy itt van egy éles helyzet, és a Picard még véletlenül sem gondolt rá úgy, mint egy ilyen potenciális vezetőre. És ez rosszul esett neki, most így időzőjelbe, vagy felébredt hirtelen az önérzete, hogy hát basszus, ezt én is meg tudom csinálni, nem? Van egy androidnak önérzete? Van. Szerintem ezt nagyon rossz irányból elhiszem. Biztos, hogy van neki. De szerintem ezt nagyon rossz irányból közelítették most meg a készítők. Tehát ahogy beletették ezt az egész vonalat, mert én jobban el tudtam volna fogadni azt, hogyha a Data nem így megy oda, hogy kapitány, hát mi van már? Igen, nem adsz akad. Ez körülbelül így hangzott, ugye, hogy hello, hát nekem nincs hajót, nem adsz hajót, hello, mi van öcsém? Oda megy, és akkor uram, a jelen helyzetben nem lett volna esetleg jobb, hogy nem gondolja meg, hogy esetleg engem is betegyen egy hajónak az elejére? Egy. Szerintem sokkal détásabb lett volna. Nem kapott tehát, dömpert ő oda megy, és úgy gondolja, jelen helyzetben, uram, jelen helyzetben úgy látom, hogy szükség van egy vezető tapasztalatra, én itt vagyok, hogy hívják, és hogy meggondolná-e, hogy betegyen engem egy hajóra esetleg. A másik, ami hogy hívják, hogy alapból szerintem erre Picardnak gondolnia kellett volna. Tehát ott van X hajó, 20 nem tudom hány hajó, van X tisztje, meg akit szeretne összefogni, és szerintem itt a Picardnak kellett volna oda menni, hogy Data, android vagy. Elvállalod a kapitányságot, úgy érzed, hogy meg tudod csinálni, vagy én úgy érzem, hogy meg tudod csinálni, és szeretném, hogyha elvállalnád ezt a otyák küldetést. Sokkal más felhangja lett volna, nem pedig egy, ahogy mondtad Csabi, hogy te hisztis gyerekként ment oda, hogy hello, mi van már? Hát igen, nem adtál hajót, ember! Hát, annyira hát, nem éreztem a hisztit benne, nem. Az a része, mondjuk nem volt gond, de valóban a Picard adhatta volna igen, neki. Nekem igen. Viszont mit arra gondolok, hogy a Picard nem adja neki, mert hogy arra van szüksége jobban, hogy a Data tanácsadója legyen a Tekion háló fel. Meg eszébe se jutott, tehát a Picardról látványos az arca, hogy így gondolni se gondolt rá, hogy a Picardnak, vagy Picardnak, nem, a Détának haját. Nem ambiciózus, igen. És nem akar vezetői szerepet, meg nincs vezetői tapasztalata. Én azért ezt hangsúlyoznám, hogy azért talán a hídügyelet oké, de amúgy nincs vezetői tapasztalata. Sose vezető, nincs neki saját embere. A múltkor a Jenna az a Worf embere volt. Általában meg a Geordi embereivel dolgozik. Nincs neki saját csapata.
És szerintem nem a kapitánysággal kezdjük a parancsnoki lánckét, vagy azt a gyakorlatot. Ezt mond a Chris Pine karakter. Jó, de az, ő legalább parancsnoki divízióban van, de a Data meg a tudományosban, és ott akkor vagy, hogyha azért végigjátszod. Én is, hogyha egyszerű konduktorként lehúzhatok 10 évet, vagy 20-et, de nem biztos, hogy én leszek a főigazgató, hogyha nincs olyan tapasztalatom. Mindegy. A másik kérdésem, hogy a blokád, ugye 26 hajóból csinálnak egy tök jó hálót. A romulánok miért nem repülnek így át rajta? Megint elfelejtettük, hogy az űr az 3D-s, és gyönyörűen állott a flotta egymással szemben, és még véletlenül sem ment senki sem más irányba, mint ahogy... Szerintem ez az a kategória legyen, hogy a tájvadásznak miért van hangja az űrbe, jó? Meg a meg a hajóknak is miért van, meg a fotontorpedónak miért van hangja az űrbe. Oda teszem a mellé a kérdés mellett, hogy miért megy el egy impulzus hajtóművű shuttle-lal valaki 5 órán keresztül, amikor warp 5-tel lesz körülbelül 2 perc arra kitérő. Mondjuk azért próbálták széthúzni, ugye, hogy mondja, hogy egy hajónak valami 10-15 fényévre állnak egymástól, tehát ilyen azért, hogy próbált azért úgy hozni a rész, hogy azért ne úgy képzeljük el egymástól, hogy mint ahogy látja a bal oldalon ott az egyik hajó jobb oldalon, meg mint a Picard sorozatban, hogy egymás mellett állnak így a hajó, hanem ilyen több tucat fényév van a hajók között, hogy hívják be. De igen, de teljesen jogos az észrevétel különben, hogy igen, az én is gondolkoztam, miért nem kerülték miért meg. Működjük? Rendben van. Ott van a 23 darab hajó, mindenféle sugarakat lődöznek egymás felé, de vannak ott romulán hajók, és mi van akkor, hogyha a romulán hajók letapogatják a hálót, és azt mondják, hogy hát van ott egy háló, igen, de a két nincs olyan hajóm, ami szélesebb lenne, mint a hálók közötti távolság, simán át tudok menni, nem kell nekem itt fölmenni. Ha meg túl közel vannak egymáshoz, akkor meg simán megkerülöm. Tehát... Jó, újabb kérdés, mert akkor most így milyen itt Pikernek a szörszálhasogatás. Azt mondja az O'Brien, hogy felállítják a Tachyon hálót, hogy lássák, hogy van-e ott Romulán. Akkor fogják látni, hogy van-e ott Romulán, hogy hát mennek a Tachyon hálón. Egyáltalán nem mennek át a Romulánok a Tachyon hálón, mert szelágész jó, meg okos, meg mit tudom én. O'Brien benyomja, hogy kapitány, 15 álcázott hajó várakozik a Romulán űr szélén, hogy átkeljen a Tachyon hálón. És akkor így nézzünk, hogy 15 álcázott hajó? Honnan tudjuk, ha egyszer álcázva vannak? Mert O'Brien ennyire. Akkor, ha O'Brien ennyire jó, akkor miért aszalják szegényt a transzporterteremben, nyomogasson egy gombot? Mert ahogy foglaltad a hely, mert ott Riker szokott állni, meg Jordi, meg... Jordi szegényt meg elküldték első tisztelt. Hát ezért, mert felobálna a hídra. Igen, de soha nem láttuk viszont. Igazából sose tudtuk meg, hogy a főgépészünk, akinek szintén esetleg mondjuk egy tapasztalata jól jön ebben a hálóban, de nincs első tiszti gyakorlata, az most miért első tisztet játszik, és miért nem látjuk az epizódban? Hát azért, mert ezeket a hajókat így valamilyen space dogból, meg nem tudom honnan szedték köszönet, ugye nincs kapitány, azért csak első tisztünk van ott is, és azért muszáj volt a lehető... Mert nem főgépésznek küldték át, hanem első tisztnek. Hát, csatatéri kinevezés, hát már előfordul. Igen. Nagyon sűrű. Mondja az O'Brien, hogy 15 álcázott hajó, mert itt csak annyit, én úgy emlékszem, hogy 15 hajó áll. Mert 15 álcázott, mondja? 15 álcázott hajó. Vannak, igen. A magyarban nem tudom, de angolul néztük, és mondta mert meg én, a felé. Én nem emlékszem, csak én nem emlékszem rá, hogy a magyarban mondta volna. Hát, hogy 15 hajó van ott, tehát na ugye a főhajó is ugye ott állt, tehát álcá nélkül, tehát attól még lehetett ott, mert gondolták, hogy van mögötte, nem egy hajó jön oda, ott a többi mögötte. De én a magyar szinkronban én nem emlékszem arra, hogy aztán lehet, hogy mondták, hogy átszázott, majd kedves hallgatók majd kijavítanak, hanem én nem emlékszem, hogy mondtam, csak annyit, hogy 15 hajó van a határ mellett. Jó, oké, nem tudom. Én nem emlékszem, hogy mondtam. Hát mindegy apróságból. Azt tudjuk, hogy átszázva vannak. Igen, igen. De hogy számolta meg őket, az a kérdés. Na mindegy.
Igazából volt ez a Data nem teljesít parancsot, én azt ott nem értettem. Hát amennyi időt ott eltöltött, hogy a Hobsonnal vitatkozzon, egy fél mondat elég lett volna Picarddal, hogy kapitány, tudok egy megoldást erre a dologra, és egy pillanatot várjon, amíg megoldom. Jó, és ezt én az ő agya úgyis kétfelé tud számolni, na vagy azt, hát... Mondta a második hívást, amikor másodszor hívja, és mondja, hogy Data, hogy várjon. Ott mondja, hogy várjon, vagy pillanat, igen, és mondja utána adja ki a tűzparancsot. Ott mondja, de semmi többet. De Hobsonnak mondja, nem a Picardnak. Igen, a Picardnak mondja. De bejelentkezik, és mondja, hogy várjon egy pillanat, és utána adja ki a tovább a parancsokat a Hobsonnak, hogy akkor igen, állítsa be egy a tartozat, és rászól a Picardra, hogy várjon. De ugye, Csabi, rászól, hogy várjon. Vagy jó, pillanat, várjon, vagy, az más. Nem, valamit mond, hogy... pillanat, vagy valami, nem is ezt mondja, nem azt mondja, hogy várjon, és azt mondja, hogy ezt pillanat, mondja. Hanem valami furcsa szót mondta a ötjáknál, hogy egy, várjon, nem egy pillanat, egy szót mondta, nem tudom mit, de az volt a lényeg, hogy mindjárt jelentkezek, tehát, hogy mindjárt, előbb ezt elintézem. Ezt értem, csak azt mondom, hogyha nem egy szót mond, hogy várjon, hanem mond egy mondatot, ami belefért volna abba az időbe, ami belefér egyébként ott az a rész, nem mondanám, hogy nem, akkor a Picard már nem úgy értékeli, hogy ő nem teljesítette a parancsot, hanem azt mondja, hogy jó, Mr. Data, önre bízom. És akkor az már nem ez parancs megtagadás. Akkor nem lehetne a végén megcsinálni ezt a mondatot, ami ott a... Csak... Igen. Csak lehet, hogy akkor is igazából détásabb lenne, vagy valami... Igen, minél többet rájuk ezt, annál inkább, hogy ez a Data szál, ez külön epizódot kellett volna, hogy érdemeljen valahogy. Lehet, hogy akkor nem a Klingon polgárháborúban, hanem valahogy máshogy, mert ez egy tök érdekes dilemma lenne, még a bunkó első tisztel együtt is. Igen. Hogy ez... Meg arra kihegyezni, kicsit hasonlóképpen, mint az előző epizódban ugye a romantikus érzéseket, hogy az ő vezetői képességei, hogy milyen, tehát jó kell egyébként ott a vezetői képességei, mert azt látjuk, hogy jól megoldja ezt a problémát, ahogy tudjuk, hogy Data egy ilyen problémát jól meg tud oldani. Vajon vezetőileg jól oldotta meg? Mondjuk veszek után azt a Picard, szóval nagyjából jól oldotta meg, az jó volt, hogy nem hagyta a Hobsont nyavajogni, nem hagyta a Hobsont ott őrjöngeni, meg mit tudom én, hanem szigorúan rászólt. Az nekem tetszett. Egyedül arra gondolok, hogy a Picardnak tudott volna egy mondatot mondani, és már is teljesen más a szituáció. Az lehet, hogy az jó lett volna. Amúgy is nehéz kérdés, hogy mi számít jó kapitánynak, amikor az összes emberi kapitányunk tök más stílusban nyomta. Tehát teljesen más, hogy reagált ilyen helyzetre. A Shaw, a Janeway, a Sisko, a Kirk, Pike, mindenki más. Én azt hiszem, hogy kapitánynak egyébként nem kell kedvesnek lennie, lásd Picard, és lehet, hogy innen veszi a mintázatait, a Data is. A kulcs kérdés az az első tiszt, ő ugye a link, a kapocsa, legénységi morál és a kapitány között, de itt az a baj, hogy a Data már az első pillanatban, amikor a fedélzetre lép, akkor már nincs az első tiszt és a kapitány között semmi. Tehát ő legszívesebben faképnél hagyná, és azt mondaná, hogy hát ezt valaki helyettem csinálja meg. És nem tudom, hogy a Datának lehet, hogy ott is azt kellett volna mondania, hogy jó, akkor ki a következő a parancsnoki láncban, mert tényleg nem lesz jó, hogy mi itt árnyékboxolunk, az aztán a legénységnek nem válik a javára, hogy mi minden egyes parancsnál megvívjuk a saját kis harcunkat. De aztán lehet, hogy meg Data úgy gondolkodott, hogy hát ilyen szituáció van, igazából ebbe kerültem bele, ezt kell megoldani. Az egész olyan esetleges, tehát keletkezhetnek egyébként az életben olyan helyzetek, hogy a Picard mondhatta volna, hogy Data, itt az idő az első parancsnokságra, szerintem jobb lett volna, ha ezt mondja, és így igen, történik valóban. Itt az idő, nincsen mese, legyen szíves átvenni a parancsnokságát annak a hajónak. De most az... is jobban tetszett volna, abszolút. Igen. Most az történt, az is egy valid dolog, hogy azt mondja a Data, hogy most neki van itt az idő, tehát 26 év szolgálat után, lehet, hogy nem lesz még ilyen esélye, hogy akkor most rögtön így egy parancsnokságba beleugorjon, úgyhogy ő most itt beleugrott ebbe a helyzetbe, úgyhogy átvette ezt az egészet. És én egyébként
úgy emlékeztem erre az egész szitúra, hogy ez valami külön epizód. Tehát én emlékeztem erre, hogy a Détának... Nem tudtam, hogy ebbe van. Tényleg azt hittem valami teljesen másik epizódban van. És meglepődtem, amikor jött, hogy ja, ez az. Igen, igen. Abban a szempontból én nem bántam, hogy bocsánat, nem. Gergő, tudom, hogy ezzel nem értünk egyet, de nekem már sok volt a Csaklingon szából az első részben, és egy kicsit örültem, hogy átkapcsolunk másra, de abban egyet értek, hogy ez többet, jobb kifejtést megkaphatott volna, hogyha más epizódba kerül. Szerintem jó volt ez így, mert pont ez volt a lényege az egésznek, ugye, amit az elején is mondtam, hogy ugye hiába Klingon, meg hogy úristen, vérfürdős, meg és mindenkit legyilkolunk egymásra, és forradalom, meg minden, mégsem a Klingonok oldják meg a helyzetet, ugye, hanem ahogy maga ez a rész, hogy átváltottak ide, szerintem ez tök jó volt így. Nekem, ahogy parancsok lett, hogy beszéltünk, ugye én is azt mondom, hogy sokkal jobb lett volna, így kapja meg. Viszont maga az egész, ahogy levezették azt, hogy egy android vezet embereket, amikor tehát egy ember, az mérlegel, az hú, most már hallgatok az első tisztre. Viszont szerintem azt nagyon jól adták, hogy a Data azért akárhogy is nézzük, egy android, egy kompjúter. Ott nem volt mese, és csinálja azt, és csak egyenesen ment így előre, és az, amit ő kitalált, és azt végigvitte, nem hagyta magát se a Picardtól eltéríteni, se ahogy hívjáktól, semmitől nem hagyta magát eltéríteni, mert gondolom kiszámolta, hogy ennek így kell történni, és ezt látnia kell. És viszont szerintem ezt nagyon jól visszaadták, hogy oké, a parancsnokoknak sok minden döntést kell meghozni, mert még a Romulán Csajszi is emberi volt, mint a Déta. Tehát ott úgy azt mondta, hogy nem megyünk nekik. Igen, igen, ez csapda, visszavonulunk, és nem fogunk harcolni. És a Déta meg ilyen androidosan ment előre. Tehát végeredményben, és a vége beszélgetése, ugye ő vállalta a felelősséget, és ott is úgy állt oda, hogy semmi emberi hotyák nem volt benne, érzem, ő idegen odállt, tudja, hogy hülyeséget csinál, tudja, hogy ezért büntetés jár, és le fogják fokozni, és vállalja a következményt. Tehát végigvitt azt a szállt, és ugye itt lehetett talán egy picit érezni, hogy igen, nem az, hogy igaza volt az első tisztnek, hogy egy android, de itt szerintem talán pont azt akarták egy kicsit visszaigazolni, hogy oké, de egy android nem biztos, hogy jó lenne kapitánynak így hirtelennyébe. Én nekem legalábbis hirtelen ez jött le. Nekem pont az volt, hogy ezt hozzák ki az elején, hogy vajon jó-e, és a narráció azt mondja nekünk, hogy ő jó volt. Aztán szerintem meg nem fejtegettük eléggé, hogy valóban jó volt. Mert hogy nekem vannak kétségeim, hogy jó volt, de afelől nincs kétségem, hogy az epizód azt akarta nekem mondani, hogy igen, jó volt, ne gondolkodj rajta. Inkább úgy fogalmaznám meg, hogy magát a szituációt, ezt csinálhatta volna a Riker is. Tehát úgy, hogy egy emberi gondolkozunk, és te, akkor csináljuk. És viszont én nekem azt tetszett benne, hogy az android, tehát androidosan csinálta az egész jelenetet végig, aki tervezte. Tehát érződött, hogy ez egy android, nem volt benne emberi szál. Tehát, hogy a Data, hogy ment előre, mint a tank, és így csinálta, és akkor én tudom, hogy ez így jó lesz, mert kiszámoltam, és ez így lesz, és ez érződött végig, hogy egy ilyen, tehát nem is mérlegeli azt, hogy igazad van, amikor Riker lehet, hogy elgondolkozott volna. Ő nem. Ő ment, tudta, csináljuk, puff, kész. Tehát ilyen nekem nagyon androidos volt az a jelenet sor. Tehát, hogy mondjam, tehát nem azt mondom, mert ugye tudtuk, hogy igaza lesz. Tehát ezt a Rikerre is megcsinálhatták volna ugyanúgy, ezt a jelenet sort, hogy rájönnek, ott a kilőjük a torpedót, ellent mond a Picardnak, mert ezt egy ember is meg tudja csinálni, de ahogy levezették, ahogy a Détásan, tehát olyan keményen, hidegen, hogy hívják, tehát nekem viszont ez tetszett, ez a jelenet, hogy végigcsinálták, és én szerintem jó volt, hogy nem Klingonok oldották meg ezt a dolgot, hanem hogy a Klingon birodalomnak segítek, tehát ugye kezdetől fogva ez a lényeg, hogy segít nekik az Enterprise, ugye ez is kellett visszamenni, és ott is egy űrlázadást csináltak majdnem, ugye azért elég könnyen meggyőzték azokat a admirálisokat, akik mindig szívóznak velük, hogy nem akarunk háborút, de most menjen, csinálja Picard. De szerintem ez jó volt így, ez a része jó volt így, hogy ilyen pörgős volt az egész. Nem is gondolkoztam ilyeneken el ilyen mélységeiben, de szerintem ez így
kerek egész volt. Volt benne, mondom, ez a tétás, hogy ráerőltette magát a kapitányra, mert az nagyon igaz, hogy ti is mondtátok, hogy eszébe se jutott a Picardnak, hogy ott van neki egy Data, aki esetleg vihetné az egyik hajót a több tucatból. Azt én is máshogy csináltam volna. Én azt gondolom, hogy ha Riker és Geordi ül azon a hajón, akkor Riker meghallgatja a legénységet, és akkor a Geordira bízza, hogy akkor ezt próbáljon valami megoldást találni, Geordi odamegy a számítógéphez, és megcsinálja. Viszont most, amikor Data ült itt, ő egy idő után nem foglalkozott az első tiszttel, hanem odament a számítógéphez, és ő kezdte el kiszámolni. Most oké, hogy ő android, de mint kapitánynak az elsődleges feladata, hogy a körülötte levő embereket irányítsa. És ezt a Data, bocs, de nem csinálta meg. Igen, de az a Hobson az nagyon bunkó volt. Tehát azt aláírom, hogy nagyon bunkó volt, és azt is aláírom, hogy nem a krízis helyzetben kéne lefolytatnunk a hisztinket. Bár első tisztként joga volt, tehát azért annyiban védjük meg a Hobsont, aki egyébként tök bunkó volt, szándékosan mondom szerintem azért, hogy jobban kiemeli a Datával való kapcsolatot, meg hogy mennyire nincs igaza. Tehát azt akartuk hangsúlyozni, hogy látjátok, hogy mennyire így viselkedik. Hogy egy első tisztnek joga van az megkérdőjelezni a kapitányt. Ez egy fontos szerepe, hogyha a kapitány baromságokat csinál, mert az tök jó, hogy a Data így megy előre, mint az android, mert ebben az esetben véletlenül igaza van. De mi van akkor, ha egyszer nincs igaza, és így megy előre? És meghal a sok ember a sugárzásban, és mégis így, és nem lehetett elő. Szóval, hogy van az első tisztnek egy ilyen szerepe, szóval, hogy a Hobsonnak ennyiben érthető az, hogy ő felszólal, és megemlíti ezeket a dolgokat, és erre vannak olyan válaszok, olyan lehetőségek, amik le tudják esetleg nyugtatni, hogy nagyon gyorsan elmond neki valamit, vagy hogy megérti. Détának nincsenek érzelmei, meg mint tudjuk, a szociális szituációkat se tudja jól felmérni, de esetleg be tud építeni egy olyan sablon válaszokat, ami esetleg ezt feloldja, vagy valami, de ez tényleg olyan szituáció volt, hogy gyorsan ment, nem lehet annyira jól megcsinálni, tényleg nagyon gyorsan kellett reagálni, tényleg nem volt helye az, hogy most az fontosabb, hogy meglegyen, mint a majd később megbeszéljük. Ilyen is van, de azért van ilyen kapitány, amikor emberi kapitány megcsinálja. Nekem az az elméletem, hogy a Data nem azért megy úgy előre, mint a tank, mert android és mert ő a Data, hanem van egy olyan előzmény, hogy az az első tiszt, a Hobson, ott elkezd valamit intézkedni. És a Data hozzászól, hogy mi ez itt, miért csinálja ezt, és a Hobson az le se szarja, tehát hozzá se szól a Datához, és a Datának kétszer-háromszor kell hozzászólnia, hogy választ kapjon az első tiszttől. Na szerintem ez az a pont, amikor a Data elhatározta, hogy ezzel az emberrel nem fog kommunikálni, nem kell kommunikálni, nem vezet célra az, hogy ő most magyarázkodjon minden parancsa után, ő ki fogja számolni, meg fogja csinálni azt, amit kell, és akkor készen van, szerintem ennyi. Ennek a dolognak a nyitja. Van benne valami. Meg egyébként ő ebben gyorsan tud problémát megoldani, igen, mert ez ő legnagyobb erőssége, és azért mindenki ismeri azt a fajta érzést, hogy valamit meg tudok oldani, és kétszer annyi időbe telik elmondani másnak, hogy mit csináljon, mint amennyi idő alatt én azt megcsinálom, és ez egy tényleg sürgető helyzet, akkor most megcsinálom, aztán majd legközelebb. Legközelebb lehet így másképp kommunikálni. Szóval amúgy még előbb-utóbb lehet a Datából jó kapitány. Én azt gondolom, hogy itt nem volt igazán tökéletes kapitány, de mivel a Hobson annyira bunkó volt, ezért inkább arra koncentrálunk, hogy a Data az egész jó volt az elképpen. De igen, az Hobsonhoz képest mindenképpen. Egyébként nagyon tetszett a Datának meg a Picardnak az utolsó jelenete, amikor mondja, hogy igazából nem mindig olyan emberek kellenek neki, akik azt mondják, hogy csak parancsot teljesítenek. Azt szerintem egy nagyon az szép jó volt. De azt látjuk például a Battlestar Galaktikában, hogy a táj az egy ilyen igazi hard-ass, és akkor annak van egy jó egyensúly értéke, de a Hobson az egy teljesen falig eltolt izé volt, amivel tényleg nem volt a Datának, Brent Spinernek, a sorozatnak esélye megmutatni, hogy jó vezető-e,
vagy nem-e jó vezető most jelen pillanatban. Szóval igazából, hogyha ezt jobban ki akarnánk dolgozni, hogy jó vezető a Data, akkor lehet, hogy azért egy kiegyensúlyozottabb legénység kéne hozzá. Ha csak gyorsan meg akarjuk mutatni, hogy igen, ő jó vezető, akkor pont egy ilyen. Hát meg kéne egy legénység. Nagyon elkarikírozott, nagyon nincs igaza. Kéne egy legénység is, mert itt annyit láttunk, hogy van egy Hobson, statiszták rohangálnak a hídon, tehát teljesen tök ugyanaz történt, mint a Wounded-ba, hogy csak Maxwell kapitány van azon igen. az egész hajón. Igen. És igazából egy kapitányság, az tényleg látnunk kéne a legénységnek a rezdüléseit, a kormányos, ahogy ott ül, meg mit tudom én. Tehát ezek olyan apró finomságok, amiket majd lehet, hogy majd a Nightingale című epizódba kapjuk ezeket meg a Voyager-be. Amire most nincs idő. Nincs idő ebben. Sziasztok, meghoztam a szinkronos érdekességeket. Egy vérbeli Klingon epizódról van szó, dupla epizódról, tehát tele vagyunk Klingon nevekkel, de azért megkímélek titeket, hogy a Klingon kiejtésemet halljátok, viszont azért a magyar szereplők, színészek Klingon kiejtését azt bőven lehetett hallani, nem egyszer a Klingon kifejezéseket a magyar színészek is egyszerűen ők mondták fel, és így lett, amit már szerintem említettünk is itt az érdekességek során, hogy Gauron neve Govronként hangzik el, viszont mindenkitől következtesen. Vagy itt van például a Klingon hajó, a Bortász, ami Bortásnak hangzik a magyarban, illetőleg a Durász nővérek is, hát ők is átváltoznak, és Durás, illetőleg Durás is folyamatosan így van említve. Mivel ez következtesen megvan, ezért azt mondom, ez volt a magyar stúdiónak a választása, így alakították ki a neveket. Érdekes, hogy a keresztnevek kiejtése így bemagyarosodott, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt mondani, de ez olyan, hogy a Peter-t se teljesen úgy ejtjük, tehát Peter. Úgymond magyarosan, angolosan beszélnek néha még a szinkronizáló színészek is, és gyakorlatilag a fontosabb nekem az, hogy mindig ugyanazt a fajta kiejtést használták. Elhangoznak azok a nevezetes például tisztek, amik a Klingon ceremóniákhoz kapcsolódnak. Hát ugye Picard kapitányt még korábban az utódlás bírejává választották. Ugye az úgynevezett Arbiter of Succession, nem is tudom, csodálkozok, hogy még nincsen ilyen sorozat, Star Trek 2. Succession címmel, valami jó kis klingonos belpolitikai minisorozat. No de, az Arbiter, az tényleg ilyen döntőbíró, egy választott bíró, vagy irányító, vagy bíra. A succession az pedig egymással következő sort jelent alapvetően. Például a vetés forgult a mezőgazdaságban, a váltakozást, az öröklődést is, öröklést is, az örökséget, az utódokat és az utódlást is. Nos, és innen jön az, hogy ez a folyamatosan váltakozó egymásnak a Klingon ugye vezetőséget, megválasztást gyakorlatilag ennek a döntésnek a jogát kapja az utódlás bírája, hogy döntsön és folytonosság legyen ebben a bizonyos politikai vezetésben, ami a klingonoknál van. Ez egyébként nagyon jól kifejezi maga a szó meg a kifejezés is ezt a politikai berendezkedést. Elhangzik még egyébként a right of succession is, ami az utódlási rítus, ez is egy tényleg ilyen emelkedettebb, tehát ez ceremonális jelleget, tehát rítus, liturgia, szertartás, maga a Klingon nép is egy ilyen szertartásos jellegű, tehát különböző rítusokhoz, hagyományokhoz, szokásokhoz ragaszkodó népről vagy fajról beszélünk. Guinan is Worf pár viadala, természetesen Guinan nem lőni megy, vagy gyakorolni a lőtérre, viszont nagyon érdekes, hogy szinte itt megjósol valamit Worf-val kapcsolatban, azt mondja a magyarul, hogy fogadtam a kapitánnyal, hogy még az előléptetése előtt megnevettetem önt. Before you became lieutenant commander, elhangzik az angolban az, hogy mielőtt ön parancsnok helyettes lesz, hogy a lieutenant commander-t így fordítjuk magyarul, Worf jelenleg hadnagy. Hát mikor is lett ő hadnagy, gyorsan Worfnak az életrajzát nézzük meg. Tulajdonképpen pont Natasha Jár után lett ő bizony egy
ideiglenes acting security chief, tehát biztonsági főnök, és utána egy ilyen műveleti tiszt lett. Emlékeztek, hogy vörös egyenruhában állt nagyon sokáig Worf a hídon, és mindenfélét csinált, mielőtt ugye ő fölvette ezt az aranyszínű egyenruhát, és csak taktikai és biztonsági főtiszt lett. Jelen pillanatban ebben a divízióban van, tehát gyakorlatilag taktikai és biztonsági főtiszt, például a Tuvok volt ilyen még a Voyager-en, és 7 éves szolgálat után, gyakorlatilag a 7. évad során egyébként az Evolution című részben ott lett előléptetve parancsnok helyettessé. Tehát a Guinan jóslata majd be fog válni, de a magyar változat csak annyit mond, hogy előléptetés. Worfról tudjuk, hogy hát ő nem félvér, hanem tőzsgyökeres Klingon. Your full Klingon, mondja Guinan neki. Egyébként itt gyakorlatilag a Luxanderrel kapcsolatban is, tehát Worf fiával kapcsolatban elhangzik, hogy he's a child and part human. Ezt mondja Worf. Egyébként nagyon érdekes, mert ezt a magyar úgy fordítja, hogy ő emberek közt nevelkedett. Ami igaz, mert Alexander Worf fia, ő a Worf szüleinél, tehát a nagyszüleinél nevelkedik, akik ugye ők a Földön élnek. De egy nagyon érdekes, a part human, tehát hogy részben ember az Alexander, azt úgy fordítják, hogy emberek között nevelkedett. Tehát ez nem ugyanaz. Ugye Worf, az Alexander édesanyja, tehát Worfnak a párja, ő ugye félig Klingon és félig ember volt, tehát Alexander már azért csak egy részt Klingon. Érdekes volt ez a fordítás. Meg ez a törzsgyökeres Klingon is kicsit, tehát eléggé magyaros fordítás. És ha még a családi viszonyokról kéne beszélni, akkor itt van például Körn, Worfnak az öccse. Hát az angolban elhangzik, hogy my brother Körn, magyar szinkron rögtön úgy fordítja, az öcsém Körn. Na de, hát vagy a fordító előbbre nézett, mert még ezen epizódon belül elhangzik, hogy I am the elder brother Körn, tehát én vagyok az idősebb báty, vagy idősebb fivér Körn, tehát így Worf az idősebb, tehát ő a bátyja, és Körn pedig az öccse. A Klingon nagy tanács palotájába kell visszatérni a Picard kapitánynak, legalábbis a magyar változatban. Ez a palota, hát nekem akaratlanul a palota hajó jut eszembe hát a Discovery-ből, de hát azt inkább talán felejtsük is el, legalábbis csak a palota hajót, nem a Discovery-vel nincs ilyen bajom. A gond az, hogy ez a Great Hall, ez a nagy csarnok, ez máskor nagy csarnokként van visszaadva, és olyan jól kifejezi. Egyébként, ha megnéztek, meg a felültött változtak, néztek, nem olyan nagy ez a csarnok, de azért ezt próbálja kifejezni maga a szó. Ugye ez a High Council, ez meg a nagy tanács, ez jól vissza van adva magyarban. Néha figyelem a magyar feliratot is, ugye így többször megnézve, hogy például angol szöveg mellé, hogyan próbálják a rajongói magyar felirat visszaadni, nem tudom, hogy kitől származik. Biztos, hogy más készítette a magyar feliratot, mint aki mondjuk a szinkron fordítást. Ugye Ktál azt mondja, amikor hát fölvezeti, ugye történik ez a ceremonális rítus, és Gauron, son of Mörel, egyébként Emrelnek ejtik az angolban, meg a magyarban, és ez nekem furcsa, mert például nekem ilyenkor a vulkáni nevekben, meg például ott van Emresz, ugye a macskanő a TAS sorozatban, őt is Mresznek fejtik inkább, nem Emresz, vagy csak a magyarban próbáljuk könnyíteni, de még az angol is itt azt mondta, hogy son of Emrel. Vesző, Haktem. Valószínűleg itt oda szólítja, hogy gyere ide, vagy lépj elő, vagy valami ilyesmit. A magyar szinkron klingonul beszél a színész, és azt mondja, hogy Govron, Emrel fia, Haktem. Mondom, az a Haktem valami ilyesmit jelent, hogy oda mondja, hogy lépj elő, vagy gyere ide. Mindegy. A magyar felirat viszont azt mondja, hogy Govron, Emrel Hopkim fia. Tehát a Haktemet valószínűleg úgy értette, hogy Hopkim, de még nem is ez a gond, hanem azt hitte, hogy az a neve, hogy Emrel Haktem, de nem ennyire hosszok. Klingon neveknél egy darab név van. Körn, Mog, Worf, Govron, nincsenek keresztnevek, vezetéknevek, vagy tudomásom szerint nincsenek, tehát Emrel fia, és ez a Haktem, ez csak egy valamilyen ige, vagy valami kis Klingon szócska, tehát nem a neve a Govron apjának. Na most kinek az apja, fia, lánya, stb. Meg ágyasa, ez nem egyszerű, ha megnézzük itt, ugye jönnek a durás nővéreknek a hát, kérése, hogy itt durásnak mégiscsak van egy fia. No, de hát ki is ez a fiú? Durás, hát jó, durás, ezt el kell fogadni. Durás fia, durásnak nincs fia. Itt Gavran is itt felhőköl, hogy this is outrageous, ugye ez a
nem csak Okonával kapcsolatban mondják ezt a Star Trekben, ugye ez a vérlázító, felháborító, gyalázatos, turva, sértő. Mert ugyebár azt mondja, hogy Gauron, hogy Duras had no mate. A magyarban azt mondja, hogy Durasnak nem volt ágyasa. Most az a mate szó, ez még nem jelent feltétlenül ágyast. Tehát jelentket ezt társ, pajtás, kollega, szaki, asszisztens, élettárs, valaki párja, férje, felesége. Teljesen semleges, tehát semmilyen ilyen konnotatív jelentése nincs a szónak. Egy madárnak a párja. A hajón a másodkapitány vagy első tiszt. A németben úgy mondják, hogy mate. Ez a mate, first shift mate, első tiszt. Na, de hát itt a magyarban azt mondják, hogy ágyas, és tovább is folytatják ezt a kultúrkört. Hol találtatok őt Lörsza valami lotyó szoknyája mögött? Hát itt elhangzik ez a in Harlot bedchamber, ugye ez a Harlot, hát végül is ezt jelent, ugye ringyó szajhal, tehát így gyakorlatilag ezt próbálja lefedni, ugye a Harlow szó, a bedchamber pedig hálószoba, ugye ez a hálószoba például a királyi hálókamrákat, chamber, ugye kamrákat jelenti, és a királyi kamarás az, aki ugye ezt felügyeli, vagy ott szolgál, ugye Lady of the Chamber például, palota hölgy. És a háttérből később jövő hölgyről pedig hamar kiderül, hogy immár az előtérbe lépve is, de a hangja alapján is, és még a magyar nézők is rájöttek a hangja alapján, hogy nem másról van szó, mint nem másról van itt szó, mint Dennis Crosbyról, ő alakítja Szelet, de a magyarban is Juhász Róza személyes tényleg, ahogy a múltkor is felfigyeltem, hogy talán ő az, és most egyértelmű vált, hogy ő az, aki az első évadban is megszólaltatta Dennis Crosbyt, ezt különös figyelmesség és kontinuitás a magyar szinkronos stúdió részéről. Tehát az ismerős hang a magyarban is ismerős lehetett, és főleg, hogy jó sokat beszél is Dennis Crosby magyarul is. Picard bizony felrúlja Worfnak, hogy itt bizony a saját hatáskörét, a hajó erőfárásait felhasználja, hogy a saját gyakorlatilag család ügyében, vagy Klingon politikai ügyekben tevékenykedjen és nyomozzon, és azt mondja, hogy ez igazából ennél súlyosabb szabálysértés már el sem követhetne. De itt voltak éppen Tuvok, elnézést, Worf nem szabálysértés követett el kifejezetten, mert akkor például Data szólt volna, hogy elnézést, tudom, ehhez nincs engedélye, hogy itt ezeket az adatokat lekérjük. Tulajdonképpen itt egy kényes, ilyen szürke zónában vándorol Worf, és itt Picard az alapelveiről beszél. Ez a fundamental principles, tehát ennél rosszabb kompromisszumot nem is lehetne kötni az alapelveinkkel kapcsolatban. Itt ez a csillagflotta alapelvekről van szó, tehát a tiszti befolyás felhasználása a politikai változás előidézésére. És akkor érdekes, hogy Picard tovább megy ezen a hasonlaton, és egy nagyon jó hasonlatot vezet fenn, hogy ez a tightrope, mindketten ugyanazon kötelen táncolunk, két világ között, és ha nem megyünk minden egyes lépésünkre, akkor rögtön lezuhanunk. Na most itt nem egészen ez, jó a magyar, nem rossz nyelvileg, de itt igazából arról beszél, hogy we must try our very best to keep those two worlds separate, tehát, hogy mindent meg kell tenni, hogy ezek két világot távol tartsuk egymástól. Tehát az a semleges zóna, az politikailag is értendő, nem csak ott a Béta kvadráns meg Alfa kvadráns között, a Klingon Birodalom Föderáció között, hogy kell egy semleges zóna, távol kell tartunk, hogy majd a politikailag semlegesnek kell lennünk a Klingonokkal kapcsolatban. Különben biztosan elbukunk, ez a Orvis shall certainly fall, ez szerintem inkább az, hogy elbukunk, tehát nem a kötérről a zónás, bár ezt a metaforát is vihetné tovább Picard, de jó, ez egy jó Picard metafora, és akár szó szerint értjük, akár pedig átvitt értelemben. Körn egyébként többször elhangzik, mindig azt veszem észre, hogy akár az angol eredeti változatban, akár a magyarban is bizonyos kifejezések visszatérnek, pedig lehetne mást is használni, például ez a follow the banner of Gauron, tehát csatlakozzunk Gauron zászlója alá. Ugye itt erről van szó, hogy ezt a bizonyos négy mi ez, squadron, tehát osztagot vagy századot egyébként plottegységnek fordítják, tehát ezt sorakoztatjuk fel Gauron támogatásra, tehát gyakorlatilag politikai korteskedés megy itt, tehát támogatásgyűjtés, mint ha amerikai elnökválasztást látnánk. No, de hát itt ez a follow the banner, ugye, ez a magyarul, follow the banner of Gauron, ez magyarul úgy jelenik meg, hogy szolgálni az új uralkodót. Hát nem tudom, tehát például Gergő is szerintem lehet, hogy mosolyogtál itt a magyar változaton, hát az uralkodóról kicsit eszünkbe jut egy másik nagy univerzum uralkodója, meg Palpatine. Itt kimondták Gauron nevét, tehát itt, hogy Gauront támogatni.
Tehát nem is tudom, hogy uralkodónak fordítjuk egyébként hivatalosan aztán, amikor megválasztják majd. Yard Superintendent, hát a yard szóról azt tudjuk, hogy ez udvart jelent, de egyébként jelent ilyen telep, műhely. Ha csak azt mondjuk, hogy yard, az akár már jelentheti a hajó műhelyt, kikötőnek a száraz dokját, úgymond. És itt nagyon érdekes, a yard superintendent, hogy a superintendent meg ilyen felügyelő, ellenőr, egyébként tengerészetben altengernagy is lehet, rendőrfőnök, házfelügyelő, stb. És magyarul dokmester. Tehát nagyon jól viszik át ugye ezt a tengerészetből jött hasonlatot, hogy ugye a hajók azok dokban épülnek, idézőjelben száraz dokban, ez is elhangzik többször a Star Trekben, a száraz dok, pedig hát mi szárazott, jó, nyilván nincs, még vákumban vagyunk, ahol építik a hajókat vákumban építik, ez is érdekes, ami nagyon izgalmas lesz, ha majd a mi rakétáinkat is vákumban fogják építeni, mert most ugye van tengerszintre optimalizált, tehát légkör optimizált, meg vákumra, tehát az űrben való haladás optimalizált hajtóművek is kellnek egy rakétára, tehát több fokozat, és ha majd az űrben építjük, mint egy csillaghajót, akkor már lehet, hogy csak egyféle hajtómű kell. No, de ennél durvább helyzetek is vannak az epizódban. Egy Klingon bárban vagyunk, és a Klingon bár az egy semleges terület, tehát ott bizony még a durás nővérek is előfordulnak, illetőleg jó kis Klingon szitok szavak. Például Körn azt mondja Worfnak, hogy Worf, figyelj, ez a rakás baktag itt Larg kapitány. Ugye a Larg egyébként, hogy a másik oldal támogatja, tehát a durásékat. Ez a rakás baktag, hát tényleg ez a piece of baktag, ez a piece of es, és így lehetne folytatni, teljesen úgy van visszaadva. Én megnéztem, hogy baktakot próbáltam, hogy a Memory Alpha-n is kikeresni, nyilván csak annyi arról van szó, hogy itt ebben az epizódban fordul elő, ez egy Klingon szitok szó a Klingon nyelvben. Tehát ennél többre nem jutottam, de szerintem nem kell sok fantázia, hogy akár lefordítsuk. O'Brien a hídon van, hídon teljesít szolgálatot, nyilván Worf helyére oda tették, és itt elhangzik egy taktikai jelentés, hogy the Endeavour has cleared the dock, Captain, az Endeavour is kifutott. És tényleg megint nagyon jók ezek a clear the dock, ugye tipikusan clear, amikor kifut egy hajó, vagy elhagy egy területet, például we will enter warp once we are clear of the system. Ez Picard mondja, hogy a rendszeren kívül váltunk teret. Egy mondatban benne van egy Star Trekben következesen alkalmazott szabály egyébként, hogy csillag, hát úgymond naprendszerben, vagy ugye bolygók közelében még nem váltunk teret, hanem impulzus meghajtással elhagyjuk azt a területet, kinavigálunk, és aztán utána térváltás. És itt Picard is full impulse power, teljes impulzus meghajtásként. Érdekes, mert Picard itt kimondja, hogy megadja az út irányt, egyébként 118357, a magyar Picard kapitány kicsit lazább, mert azt mondja, indulása megadott irányba. Míg ugye eredetiben a Picard kimondja, hogy 118 Mark 357, tehát érdekes, hogy kicsit lazább fordítás a magyarban. Hobson jelentése, ugye ő Détának az első tisztje, aki ugye kicsit kelletlenül szolgál az Android kapitány alatt, és Hobson azt jelenti, hogy starboard power coupling has overloaded. Na megint a starboard, ugye nem kell felsziszteni, mert jól fordítják, pontosabban nem fordítják, elnézést, most egyszer nem fordítják jól, mert nem fordítják le, azt mondja Hobson magyarul, hogy az energiatárló túltöltődött. Egyébként ez a power coupling, hát tápcsatlakozó lehetne mondjuk. Tehát tényleg energiát továbbít, mert power, ugye energia, azt nem mondja ki, hogy jobb oldal, ugye a starboard a hajó jobb oldala, és emiatt van sugár szivárgás. És igyekes még a magyar Déta is kicsit lazább, mert csak annyit mond, hogy kezdjék meg a hiba kijavítását. Míg az angolban Déta kimondja, hogy begin repairs, tehát parancsolja of the starboard power coupling. Tehát nyilván a Déta az pontosan és részesen mond egy parancsot egyértelműen. Érdekes, hogy Déta, amikor fölmenti Hobson, szintén egy kicsit furcsa a magyarban, egy kicsit máshogy adja vissza, eléggé rárival, ugye? Azt mondja, hogy you will carry out my orders, or I will relieve you of duty. Talán még pikásabb kapitány sem szokott rögtön ilyen kemény lenni. Magyarul azt riválja Déta, hogy teljesítse a parancsot, vagy hívja ide a helyettesét. Tehát már rögtön a helyettesét kéne hívnia, míg miközben még az angolban még csak úgymond fölmenteni relieve of duty, tehát még csak fölmenteni a szolgálatból. Egyébként egy nagyon jó erős jelenet ez. Van egy nagyon jó technikai, és a felújított változatban is elég jól megjelenített, nem tudom, most nem emlékszem, milyen volt az eredetiben.
ugye a tachion sugárzással próbáljuk ugye ezeket a bizonyos hát, térrendellenességeket, subspace inertial displacement megkeresni, hogy megtaláljuk a Romulán elszólt hajókat. Data azt mondja, hogy overlay display bit tachyon emissions, na most ez nagyon jó, mert az overlay, tehát overlay, vagy az overlay projektorra is lehet gondolni, tehát ezek gyakorlatilag, amikor ráteszünk akár több ilyen átlátszó fóliát, és még rá is rajzolhatunk, vagy rárajzolunk egy fóliára mondjuk egy útvonalat, vagy összekötünk valamit, és egy ábrához gazdagítjuk a tartalmát, egy újabb réteget teszünk hozzá. Nyilván digitálisan ez egyszerű rétegkezelés, viszont az overlay, ezt hihetetlen, de a szótár szerint már ez, mint eredeti jelentésében jelentette azt, hogy egy katonai jellegű kifejezés, amiben egy átlátszó lap, feltüntető, tehát egy tárgyakat, objektumokat, ugye ilyen poikat, fontos, tehát mondjuk ilyen katonai hadászatban fontos stratégiai mozdulatokat, pontokat rajzolnak fel utólag, vagy tesznek rá egy átlátszó fólián, vagy már meglévő térképre, akár egy polgári térképre, egy átlátszó lapon. Tehát ez a beborítás overlay ezt is jelentette, tehát ez csak ez az egy szó, hogy overlay. Nagyon érdekes. Jelent még egyébként asztalterítőt, ágytakarót, de itt ezt most nem folytatom. Megérkeztünk a birodalmi székhelyre. Angolban Picard egyébként azt mondja, hogy Klingon Homeworld, tehát magára a Konoszra. Érdekes ez a székhely, mert a székhely nekem, hát nem tudom, jó, mondjuk a birodalom nyilván ez több bolygóból áll, és akkor a székhely a főbolygó, anyabolygó, de érdekes, hogy ezeket mindig így bizonytalanul adja vissza a magyar. És akkor itt van Picardnak egy nagy beszéde, ami nagyon érdekes, mert ugye Datától elhangzik, amikor itt, tehát tulajdonképpen az epizód legvégén egy elnézést kérés visz Picard fölé, egy nagyon fair párbeszéd hangzik el itt egyébként a mindkét tiszt részéről, beismeri a hibát, Data, Picard meg ad egy kis engedékenységet, de nekem ez egy kicsit túlment, itt nyelvileg azért nagyjából rendben van, Data is azt mondja, the ends cannot justify the means, a cél nem szentesíti az eszközt. Tökéletes, jól van visszaadva. És akkor itt van ez a csillagfotta nem követel feltétlenül engedemességet, minden helyzetet elemezni kell, tettét a körülmények igazolták. Most Picardit, tehát ha elemezzük Picardnak a szavait, your actions, analyzing the situation, circumstances, tehát gyakorlatilag itt ez olyan kulcsszavak hangzanak el, amelyek tipikusan a relativista ilyen etikai érvelésekben hangzanak el. Itt azért mondom, hogy kulcsszavak, mert hogy körülmények, szituáció elemzése, ez mind ez az erkölcsi, úgynevezett erkölcsi relativizmusnak. Azért hozom nyelvi érdekességként, mert nyilván nem akarok most epizódot értékelni, hogy ezek az érvelési módok vagy kifejezések tipikusan akkor vannak, amikor gyakorlatilag ezt ez a cél nem szentésre eszköz, tehát hogy minden szituációban az adott szituációban kell mérlegelni, és az alapján hajlítani és lazítani akár a szabályokon. Ugye ezt a csillagfotta kapitányok szeretik alkalmazni, de vannak ugye merevebb, például akár Picard is ide sorolnám, de akárhogy is nagyon érdekes ez a fajta érvelésmód. Ezt lehet ezen vitatkozni, vagy tovább beszélgetni. Govron, vagy Gauron, hát bizony átadja Worfnak az ítéletet, hogy mit művel Durásnak a fiával, és azt mondja, hogy I give his life to you. Itt van egy kis várakozás, egy kis szünet. Magyarul azt mondja, hogy cserébe neked adom az életét rajta. Ezt úgy érzem, hogy a magyar, ugye itt nyilván itt a kis beszédszünet miatt nem tudott mit tenni a magyar fordító, mert neked adom az életét, I give his life to you, nem tudta szétszedni ezt, hogy neked adom az életet. Tehát szétesett volna a mondat. Ez itt a rajta szót tette oda, viszont teljesen olyan, mint Gauron, tényleg azt sugalná volt, meg szinte egy ráerültetni, rajta, gyerünk, fogjad a izért, aztán vágj bele. Tehát itt gyakorlatilag kicsit így emiatt egy kicsit erőteljesebb lett az, amit a Gauron akar mondani, pedig ő csak annyit mondott, hogy I give his life to you. És akkor persze itt elhangoznak, hogy it is the Klingon way, but it is not my way, this is the way, mondhatnák most a Mandalorian rajongók, ne, but it is not my way. Ez nagyon érdekes, mert a magyarban azt mondja Kern Worfnak, hogy it is the Klingon way, ez a Klingon szokás, ez így jó,
nem az igaz út, nem azt mondja itt. Magyarban azt mondja Worf, hogy but it is not my way, de nem értek vele egyet. Tehát ez tök érdekes, de ez nem az én utam, vagy ez nem az én szokásom. Ugye így bár itt ez a my way, not my way, Klingon way, ezzel lehetett volna játszani, ezt így kikerült, és egy kicsit langyosabb lett így, hogy de nem értek vele egyet. Tehát Worfnál sokkal erőteljesebb az eredeti, but it is not my way. Egyébként ettől függetlenül nagyon jó volt ezt az epizódot újra nézni, angolul is, magyarul is, főleg amikor a magyar szereplők ékes klingonsággal beszélnek, én azokat a részeket nagyon élveztem. Zsuzsi, a kibeszélő elején valami olyasmit mondtál, hogy a klingonokkal kapcsolatban inkább összezavart ez az egész, amit most láttunk. Én azt mondom, hogy akkor tök jó, elérte az epizód a célját, mert hogy én úgy gondolom, hogy ez az üzenet. Ugyanis itt van Worf, aki egy klingon, de ő az Enterprise-ról nézi a klingonokat, és neki van egy elképzelése, hogy milyenek a klingonok, a becsület, a Cry of the Warrior, meg nem tudom, miket mondanak itt, és a néző is így tekint a klingonokra, hogy hú, hát itt aztán ezek micsoda dicső harcosok, és itt megy a becsület, meg mit tudom én, és ez a fajta hozzáállás az Enterprise-on túl barbár, túl klingon. Azt mondja Picard, mikor már ott megöli a Durast, hogy hát azért ez már húzós, így, tehát kulturális ellentétek vannak itt az Enterprise-nak a fedélzetén, és most Worf oda kerül a klingonokhoz egy elvárással, a saját elvárásával, és a néző elvárásával, hogy milyenek lesznek a klingonok, és nem olyanok a klingonok, mert kiderül, hogy van egy semleges terület, ahol fejelgetik egymást jókedvükben, meg iszogatnak jókedvükben, és ez már egy olyan jelenet, hogy ennek már semmi, de semmi értelme nincs egy emberi kultúra szemszögéből, hogy háborúznak, és mégis egy helyen vannak, és iszogatnak, tehát ez már olyan szinten felfoghatatlan és megemészthetetlen, hogy ledobja az agy, hogy ilyen hogy van, tehát ilyen nincsen, és a Worfnak is ledobja az agy, amikor jön az a kihívó, és azt mondja a Govronnak, hogy na, akkor most én megmutatom, hogy én vagyok a jó vezető, és a Govron örül neki, és röhögve veszi elő a kést, és na végre egy jó kis bunyó lesz itt, és ha belehal, akkor nem baj, mert ezt halálig kell csinálni, ezt a párbajt. És akkor a Worf ott elgondolkodik, emberi fejjel gondolkodik el, hogy te atya úristen, van most erre időnk, gyerekek? Hát tombol a háború, és meg kéne tervezni taktikailag, hogy akkor mit csinálunk, mi lesz a következő lépés, és ezek meg ott megkéselik egymást a tanásteremben, és ott összeugranak ott a kocsmában, és teljesen az egésznek semmi értelme nincsen. Tehát ez nem olyan, mint a trónok harca, hogy így kalkulálják, hogy most akkor ki lesz a főnök, mert van egy olyan, hogy perc, hogy így kalkulálja, hogy most akkor ő lesz a főnök, és akkor van annak az ideje, hogy ezt az egészet félretesszük, leszarjuk, és amikor a Worfot előhozakodik valami stabilizátorokkal, akkor kiröhögi a körn, hogy most mit foglalkozol ezzel a hülyeséggel, hát most itt iszunk, itt most jól érezzük magunkat, tehát tulajdonképpen ez a Klingon kultúra nem racionális, nem megmagyarázható, nem tudjuk azt mondani, hogy ez mindig kőbevésett szabályok alapján működik, ez egy csürhe, ez egy horda, ez egy emóciók, érzések, barbárság, és szerintem ez a jó az egészben, hogy ez megfoghatatlan valamilyen szinten, és egy olyan távoli kultúrát mutat az embernek, hogy tényleg érthetetlen, átérezhetetlen, átélhetetlen, hogy lehet így élni, hogy mit akarnak ezek, mert az se világos. És Govron ezt nagyon jól hozza, teljesen őrült, Robert O'Reilly, és én azon csodálkoztam, hogy a Tony Todd az is egy retteltes, a körn is egy őrült, tehát amikor belemegy ott a napkoronába, és tulajdonképpen ott vált teret, és úgy rázza le, hát az is eltolja a falig, és ezek nem százasok, ezek a klingonok.
Emberi mértékkel mérni? Jó, mondjuk az emberek is csináltak ilyet, a Pike manőver az kb. Hasonló volt. Igen, csak a Pike... Feketejükhoz minél közelebb, aztán hadd essen bele az ellenség. Csak a Pike az nem ilyen habzó szájjal, meg ilyen röhögve adja ezt elő. Nem, és... azt mondom, hogy hülyeségeket ők is tudnak csinálni, csak nem ilyen habzó szájjal. Igen, igen, és ez a jó az egészben, hogy szenvedéllyel, habzó szájjal, ordítva, üvöltve egymást... fejelgetve, ütögetve, tehát ez abszolút egy olyan, tehát bizonytalanabbak vagyunk valóban, Zsuzsi, amit mondasz, hogy most akkor mik a sarokpontjai a Klingon kultúrának, de ezáltal, hogy látunk egy ilyen képet, én mégis biztosabbá válok benne, hogy ez egy nagyon ilyen érzelem-heavy nép, egy barbár nép, nincs mit ezen szépíteni, és igazából ez van itt bemutatva, és Worfon keresztül is ez van bemutatva, hogy mindvégig arra vágyott, hogy ő Klingonná válhasson, ez valóra is válik az epizódba, leteszi a jelvényt, és akkor ott azt mondja a néző, hogy na ez az végre, elgurul a gyógyszer most, aztán a Worf az teljesen ki tud bontakozni, teljesen a Klingon énje előtérbe tud kerülni, de nem múlik el az az idő, amit ő az emberek között töltött, és emberek nevelték, és emberek szerették. Ezt nem tudja levetkőzni, ezt nem tudja otthagyni, szóval amikor ott van ennek a káosznak a kellős közepén, és ő se tudja érteni, akkor rájövünk, hogy ez ugyanúgy két világ gyermeke, mint a Spock, egyik helyre sem tartozik, és mégis mindkét helyre tartozik, és szerintem az a sok kérdés, az a sok nitpicking, amit itt csináltunk, az másodlagos emellett, mert ezt nagyon jól hangsúlyozza, legalábbis az első epizód. A második epizód az meg kicsit leválik erről az egészről. Ez nem egy olyan kétrészes, mint mondjuk szerintem a Best of Both Worlds, meg a Unification, sokkal jobban szétszeparálható, és amikor néztem, akkor az is jutott eszembe, hogy akár ezt külön is megbeszélhettük volna ezt a kettőt. Mert a cliffhanger olyan, hogy el is távolodik egymástól időben is a két epizód, tehát már a háborúban annyi idő eltelt, hogy a Worf a Govronnak a hajójára jelentkezik, de mire látjuk már a Körnek a hajóján szolgál, szóval. Igazából ez csak annyi, hogy Ronald D. Moore-ék nem találták ki, mert elmentek nyári szünetre, és nem is gondolkodtak rajta, hogy most akkor mi legyen, és akkor jöttek rá, hogy ja, nem arra a hajóra kellett volna tenni, mert ez két testvér igazából, azt kell, az ő szálukat is valahogy ki kell emelni, hogy nekik is van közös ügyük, és akkor ezt is meg kell valahogy jeleníteni. Nagyon sok minden van itt, Széla, Déta, de mégis ez a klingonság, ami kidomborodik valahogy, és ezért kérdeztem az elején, Gergő, hogy te hogy állsz ennek az epizódnak a klingonoknak ez a nagyon erős jelenlétével. Szerintem jó. Tehát úgy jó, hogy inkább elmélyített ezt, amit próbáltak sok-sok részen keresztül, ugye a Klingon becsület. Tehát az a jelenet, igen idegen az, hogy ott vannak egy semleges helyen, együtt isznak, együtt lefejlik egymást, de mégis a maga az, hogy mennyire ez a becsület alapú társadalom már alakult át a Klingon, annak ellenére ugye, hogy a Durásék az a kivétel, aki erősítik a szabályt, viszont maga az egész társadalom mégis, érted, hogy esküdtelenségek, akik még tegnap egymást lőték, megbíznak úgy egymásban, hogy ott azon a semleges helyen olyan becsületük van, hogy ott nem lehet. Akkor itt iszunk, haverkodunk, tombolunk, stb. Holnap majd megint megöljük egymást. És az a becsület része, szerintem ott azt próbáltak kihangsúlyozni nagyon, hogy ennyit számít a Klingonnak egy becsület, hogyha ott eldöntötték, hogy az a semleges zóna, akkor ott nem bántjuk egymást. Meddig tartott volna egymásba töfni a kést? Sem eddig. Tehát nem arról szólt a dolog, hogy gyűlölt esküdt ellenségek, hanem a becsület, beálltak az egyik oldal mellé, de maga ez a becsület része az ott maradt, és igenis azt mondják, hogy itt semlegesség van, itt nem bántjuk egymást, sok lefejeljük barátilag egymást, mert itt azért barátilag fejelgették le egymást, tehát ez egy Klingon az más, mint egy ember. Valószínűleg egymást lefejelnénk, mint Csabi szerintem, mint a kedve ott feküdnénk utána a földön. És ez így elmélyítette ezt, és ugye maga az, hogy te is mondtad, hogy hogy kihívás. A kihívás az megint ezt erősítette. Tehát az, hogy arról, hogy ki, tehát
egy vezér, tehát a maga Klingon vezér sem húzhatja ki magát, az a szokás, ahogyha kihívják, akkor neki ki kell állnia, és egy te mondtad vigyorogva, és végén van. És akkor ugye majdnem vigyorgott a Wolf arcába is, hogy megköszönte neki, hogy ugye föltartotta, és ugye bele tudta oldalt így bökni a bökőt a másiknak az oldalába. Viszont ugye a nagy filmekben is van olyan, hogy ugye azért a Klingonok azért büntetnek olyan tehát ilyen kis dolgokért is simán kinyírták egymást. Ugye van az a jelent a filmben, amikor a szétlövik a hajót, és akkor mondja, az nem tudom melyik nagy filmben van, és visszafordul a tüzér, szerencsés lövés, lelőtt, és lelövi a kapitány. Azt hiszem, az a, nem a Kámba, nem a, az nem tudom melyik Star Trek 3. Háromban van? Igen, mondja, hogy szerencsés lövés, hogy pufferre lelövi, mert neki azt mondta, hogy találd el. Baszki, én azt mondom neked, hogy te lőd ki, ahogy hívják, akkor nekem ne robbants fel a hajót, és puff, és a következő már mondta neki, és az ott állt, hogy oké, ha nekem is szerencsés lövés lesz, akkor engem is lefogni, nem foglalkozott vele, nem lőtt. És ez már ott abban a filmben megjelenik, most tehát az előbb volt, vagy később, de ugye más filmekben is előbb volt, megjelennek ezek a hotyákok, hogy igen, simán kinyírják egymást, hogyha kell, de nekik ez totál természetesen ez a becsület dolog, és nekik ez ebbe élnek. És hogy te mondtad, Csabi, itt azért olyan társadalmat építettek föl a alkotók, hogy ami kicsit nagyon idegen, és ezt a Worf ebben a részben nagyon jól megmutatta, hogy mennyire különbözik a két társadalom. Tehát ő karakterén keresztül mutatták, hogy olyan dolgért kezdve velük vitatkozni, amit a többiek totál természetesnek vesznek. Tehát az, hogy a legnagyobb háború kellős közepén kihívja a másikat, mert ő szerinte nem jó főnök. Ezt így kell elrendezni egy Klingonnak. Oda mennek, te egy szar vagy, bocsánat, és akkor legyillak, és akkor kinyírják egymást. Ennyi. És akkor utána az erősebb lesz a főnök. De ez nagyon illik a Klingon társadalomhoz szerintem, és ez, annak ellenére, hogy ez egy iszonyatosan összetett epizód, hogy ti is mondtátok, tehát a Tasajár, Adéta, ahogy hívják, pörög ezerrel végig az egész epizód, de mégis a Klingon társadalmat, amit így felépítettek az első öt évadban, azt szerintem elég rendesen kicsúcsosodik benne ez a, hogy, és mélyebb bepillantást enged, hogy szórakoznak a Klingonok. Tehát effektív az a jelenet, az erről szólt, hogy szórakoznak a Klingonok, hogy fejelgetik egymást, meg püfölik egymást, meg isznak, mint a, és nem érdekli őket a holnap. És ez is láttad, hogy a szkanderoznak, és a két oldalt két kés van felállítva? Jó, aki veszi, az alaposan veszi. és szerintem nagyon jól bele... Hát, igen, az is, mert az érkezés ott lesz. Igen, meg ugye a nagy tanács, amiről beszéltünk. Álljatok mögém. Ugye ott még nem tudták, ők a becsület, és beállnak valaki mögé, akkor azt ők szolgálják. És a nagy tanácsban is beálltak mögé, ugye Duresék megvették, az egy dolog, de ők beálltak a kis töpörödött Klingon mögé, azt aztán őt szolgáltak, és az egész kivonult. És ugye közölte velük, hogy most ti vérbe fogtok fürödni, gyerekek, és holnap találkozunk, és akkor... ugye eddig is ilyen kicsi, pici morzsákat kaptunk minden epizódban a Klingon társadalomról, na itt aztán öntötték ám a nyakunkba az egészet úgy, ahogy van. És szerintem ez nagyon jó volt ez az epizód, ilyen oldalról nézve. Szerintem jó felépítették, az a két részt szerintem jó felépítették így. Ami nekem nagyon tetszett, és méltatlanul keveset beszéltünk róla, szóval, hogy végül csak most az összegzésben jött elő az Worf története, amit te is említettél, Csaba. Nagyon, nagyon jó volt ez az epizód neki. És tényleg az, amit most csak ismételni tudom, hogy nekem is azt tetszett benne ez a kettősség, hogy eddig Worf, mindig ő volt a Klingon, és a Klingon abba Klingonnál a hajón, és az idegen, aki kívül áll. És hogy itt, amikor a Klingon között, meg ráébredt, hogy itt ő az ember, aki kívülálló. De ugyanakkor mégis Klingon abba Klingonnál, mert azért látjuk, hogy benne ezek az ideák erősek, tehát azért az ő becsületről alkotott képe erősebb, mint a Gavronnak az a helyezkedő dolga. Egyenesebb. Egyenesebb, becsületesebb, stb. És az egy magára találás, mikor rájön, hogy eddig lehet, hogy vágyott arra, hogy oda tartozon a Klingonokhoz, és ez most nem lehetséges, de mégis egy lépéssel közelebb jutott saját magához, és nekem nagyon-nagyon tetszett a végén, amikor Torát nem öli meg, és Körn teljesen dühös rá, és Worf nagyszerűen viselkedik ott, amikor azt mondja,
hogy igen, lehet, hogy ez nem a Klingon út, ez az én utam. Ez az én választásom. És ez nagyon jó volt, és az is utána, hogy akkor Gavro rögtön adja tovább a körnek a izét, és mondja, hogy nem, te nekem adtad őt, és a törvények szerint én dönthetem el, hogy mi lesz vele, és ő életben marad, mert én így akarom. És ott egy olyan határozottságot kap, ami eddig nem volt a karakternek a sajátja, és ez szerintem egy gyönyörű út. Amilyen nem bánom egyébként a Data Cella szálat, az az, hogy szintén nagyon nem beszéltünk róla, ez a Picardnak a helyezkedése az epizódban, hogy mi a szerepe a Föderációnak itt, ebből az érzékeny részben, hogy Worf ugye föderációs tiszt, és ő a Föderáció tagjaként, mert mint a Picard pedig ennek az utódlás bírája, és hogy akarják, hogy itt van a Föderáció, itt vannak a Klingonok, itt vannak közben a Romulánok is háttérben, nem is avatkozhat bele a törvények szerint, de valamit mégse hagyhatja, hogy a Romulánok beavatkozzanak, és ez, hogy ez a megoldás, ez egy nagyon jó pof, hogy azáltal, hogy a Romulánokat sikerül kívül tartani, egyszerűen megtörténik az, amit egyébként ő szeretne eredményként, anélkül, hogy beavatkozott volna. És szerintem ez egy nagyon jó kis taktikázás is, meg egy nagyon föderációs dolog. Hogy voltak éppen teljesen békésen, hagyták, hogy a Klingonok a háborújukat, azt megvívják, de úgy, hogy közben nem engedik a Romulánoknak, hogy ők avatkozzanak bele, és ők borítsák föl a kvadrást. És érdekesek voltak azok a kis manőverezések, hogy nem engedi a Picard Worfnak, hogy csillagflotta tisztként felhasználja a Kitomer adatait, de lehetővé teszi Klingonoknak, meg mindenkinek, hogy beletekintsenek a Kitomer adataiba, és akkor már a Worf is felhasználhatja a bizonyítékokat, és bemutathatja, és a Klingonok is meg tudják nézni. Már nem beavatkozás, hiszen mindenki számára lehetőség van. Szóval szerintem igazából ebben a tekintetben Picardnak is ez egy egészen jó része volt. Azt meg már megbeszéltük, ugye, hogy Cella behozatala érdekes volt, hogy láttuk újra Denise Crosbyt, de nem tudom, megérte-e az, hogy most itt álltunk, nem értettük, hogy most ő ki, hogyan, és még látjuk egyszer, és többször nem. Szóval Ronald D. Moore valószínűleg úgy megszenvedett a karakterrel, hogy aztán örült, hogy nem kell használnia. Másfelől viszont Cella egy számomra nagyon emlékezetes karakter. Tehát, hogy azt hittem nagyobb szerepe van később, és kiderült, hogy még egy epizódban szerepel, sőt egy dupla epizód második részében összesen, és mégis mély nyomot hagyott bennem az ő karaktere. Az, hogy folytatom a szőrszálhasogatást, hogy honnan tudja, hogy Picard hogyan gondolkozik, honnan tudja, hogy ki Data, és melyik hajón szolgál most éppen, honnan tud egyáltalán az Enterprise-D legénységéről, amikor a Tasha Yar, az ő anyukája, meghalt, amikor ő 4 éves volt, tehát nem hiszem, hogy túl sok infója lett volna róla, és ha ő annyira utálja az anyukát, jó, ez teljesen apróság, hogy miért nem festeti feketére a haját, ha anyukáját utálja, miért akar úgy kinézni, mint ez persze tudom, mert a nézőknek az kell, hogy felismerjék Tasha Yart, és mondjuk egy Romulánban nem ismernék föl, de a karakter szempontjából mondjuk így kérdéses, de mindegy, szóval alapjában mivel egy jó karakter, csak nem tudom, hogy segítette a részen az, hogy ő volt itt. Lehet, hogy van, Szati admirálisnak igaza volt, és van még egy informátor az Enterprise-nak a fedélzetén, akit nem vettek figyelembe. De tudjuk, hogy a Romulán kémhálózat az egyik legjobb a kvadránsból. De hát azért... Hát egyébként meg láttuk, Klingonok csempésztek ki információkat az Enterprise-déről, meg nem tudom, többször is volt olyan epizód, ahol ugye a Geordit is elrabolták, és helyette egy másik ember ment Rájzára, szóval emberekkel is volt kapcsolatuk. Hát úgyhogy... nekem kicsit a Cellával az a bajom, hogy a Yesterday's Enterprise-nak az volt a célkitűzése, hogy jóvátétel legyen a Tasha Yarnak, és most ahhoz képest megismerünk egy olyan sztorit, hogy a Tasha Yar, hát nem lett egy szép jövője ott a Romulánoknak. Azért az durva, hogy házasságban él folyamatosan megerőszakolva, vagy valami, szóval, hogy ez így nem tűnik nagyon,
nagyon furcsa, és akkor kivégzik, mert el akart szökni. Szóval. De hát ezt a Dennis Crosby találta ki, szóval nem mondhatjuk, hogy a írók sanyargatták meg, és ezzel ugye megkereste a producereket, és hát Ronaldi Moore ráncolta is a homlokát, hogy de most ezt hogy fogom ide beleírni ebbe a történetbe, ezt senki nem fogja megérteni. Úgyhogy mindegy, nagyon röviden csak összegezve, ez tényleg látszott is ezen a kibeszélen, hogy nekem sokkal több kérdésem lett ezután, az epizód után, mint amennyi megválaszolt. Nagyobb része ilyen Cersei hasogatás. Nem mondhatom, hogy ez a kedvenc részem, de Worf szempontjából jó rész volt, és volt néhány nagyon jó jelenetben, ami nagyon tetszett ott a végén. Worffal és Picarddal különösképpen. Picardét a Worf és a nagy tanács ilyenek. Hát én mondtam az előbb, hogy ezt nagyon régen láttam először, és még az maradt meg bennem, hogy azon a bizonyos videókazettás kiadáson a fordítás már tök jó volt, és Juhász Jácin volt Picard kapitány magyar hangja, és rohadt jó volt. Egyébként a vicc kedvéért a másik két tévéfilmben tök mások voltak a szinkrohangok, tehát nem hangolták össze. Tehát alig volt Magyarországon szerintem 50 feletti férfi színész, aki még nem volt Picard hang, de ezt most hagyjuk. Szóval, amikor először láttam ezt a részt, akkor úgy voltam vele, mint Gergő, hogy fú, micsoda akció, meg polgárháború, meg minden, és hogy ez a legkirályabb akciófilm, amit láttam a Star Trekben. Azóta eltelt pár év, és most, amikor visszanéztem, bár mondjuk ezt a részt viszonylag sokszor láttam, arra jöttem rá, hogy ebben a részben nagyon minimális akció van. Tehát ez egy királydráma, és amit látsz, az egy ilyen balról jobbra beúszó hajó, puf-puf, és már el is kapják a képet. Tehát olyan, mint egy színházi dráma, amikor bejön a hírnök, hogy uram, királyom, Spárta elesett. És ez a Klingon polháború is gyakorlatilag nagyon, nagyon minimális űrcsata van benne, mármint effektügyileg. Minden mást elintéznek azzal, hogy emberek kapkodnak a konzolok előtt, föl Klingon hajókon is robban a konzol, tök jó. Tehát ez, ott is bele van vezetve az ott áram. Ott is a nagy feszültség be van vezetve, de mégis ez tökre el tudja adni magát, anélkül, hogy itt tényleg ilyen Kelvin film szerinti akciókat gyártanánk. És így most utólag visszanézve a Kelvin filmek után azért ez nem egy akcióorgia, de mégis van egy ilyen iszonyat jó hangulata, igen, ami visz magával. Tehát nem kell ilyen hatalmas nagy lézerfegyvereket, hanem meg lehet oldani másképpen. Aztán az jutott még eszembe, hogy ez az első igazi nagy, mélyen Klingon kultúrában merülő epizód, és mégis, ha visszanézik most így az elmúlt évadot, egy csomó utalás volt arra, hogy a Klingon birodalmon belül vannak olyan frakciók, akik nem örülnek ennek a Klingon Föderációs Szövetségnek. Az admirálisos részben is ugye egy Klingon csempészte ki a Romulánoknak az Enterprise gépházának rajzát is. És ott azon kívül, hogy beszólt Worfnak, azért kifejezte, hogy jobban szeretne inkább egy Romulán-Klingon szövetséget mondani, az a két fal jobban illik egymáshoz, mint a föderáció, a békés föderáció és a Klingonok. Szóval bár ugyan nincs szerűzalizációt, még itt-ott be vannak csempészve különböző epizódokban, néha csak pár jelenet kedvéért is olyan utalások, hogy ezért itt azért nem egészen homogén ez a Klingon birodalom, és ez tök jó. Aztán a második résszel az a bajom, hogy a Data szál is, meg a Széla szál is szerintem egy külön epizódot megérdemelt volna. És így, hogy ez a három, tehát a polgárháború lezárása, plusz a Széla történetének elmagyarázása, hát elmagyarázás, idézőjelben elmagyarázása, meg az a Data dolog, ez így egy epizódban, ez nagyon sok. Ebből kettőt kellett volna választani maximum, és akkor már el vagyunk. Igen, aztán még az arra nem tudom, hogy felfigyeltettek-e, hogy amikor Worf lemond a kinevezéséről, megjegyzem, az a kombedzs az rohadtul műanyagnak néz ki, vagy legalábbis színezett. Festetnek. Legalábbis festett gyurmának, az enyém sokkal szebb. És
azt mondja Worf, hogy ő bepakol, és oda megy Picard, és mondja neki, hogy az összes többi cuccát majd maga után vitetem. Worf bezárja a bőröngyét, elindul az ajtó felé, és a kamera így végigsvenkel a kabinon, és hát ott vannak a betletek a falon, amire a reunionban Alexandernek azt mondja, hogy az a fegyver már 10 generáció óta a családja tulajdonában van. Ha én velem történt van, én viszem magammal a honom alatt a fegyvert, mert ez akkora nagy kincs lehet, hogy ezt nem hagyom még egy Picard kapitányra se, de Worf simán ott hagyja, tehát mit neki 10 generációnyi örökség. Igen, szóval én ezt az epizódot viszonylag szerettem a Klingon dolgok miatt, de mióta megnéztük és elkezdtük kielemezni, egyre inkább tűnnek fel apró dolgok, amik zavarnak. Ezek a befejezetlen szálak, akkor időnként előfordul olyan, hogy bejelenti a Klingon hajón az egyik tiszt, hogy a baloldali pajzsunk az leesett, majd a következő pillanatban az Enterprise hídjáról látjuk, hogy a bal oldal kap 3-4 találatot, és működik a pajzs. Tehát, de a jobb oldal nem. De a jobb oldal nem. Tehát, működnek, tehát nem úgy működnek dolgok, ahogy kellenének. Ez a Klingon pajzsok, na. Ez egy Klingon. A Klingon pajzsok még leesve is vélemek. Igen. Valamennyire előfordulnak ilyen dolgok. Igen, a Széla honnan tudja, hogy a Data, egyetlen Data egyáltalán egy föderációs. Egy android. Vagy android, és még leállásuk Data, és hogy ott. És a Sutherlandben van. És még a Sutherland, tehát minden tud szerintem. De hát amennyi Romulán kéne átment az utóbbi időben az Enterprise segítségével, a határon szerintem nem csak. De látta az epizód további jeleneteit, korábbi jeleneteit. Igen, és nagyon sajnálom, hogy Széla alig kap szerepet, de mégis azért őt tartjuk a fő romulánok egyikének. Gyakorlatilag van 3 vagy 4 epizód, amiben szerepel, egyikben nem is látszik, és nem is Dennis Crosby, meg ilyesmi. Tehát vannak ilyen furcsa dolgok. Egyébként a TNG-s megjelenésénél még érdekesebb, van egy könyvje Peter Davidnek, ugye? Melyik könyvre gondolt? A Q-Squadre. És abban szerelnek egészen sok szerepe. Meg az Imzadi 2-ben is valami. Az Imzadi 2-ben van? Lesz az. És ott egész jól meg van írva, és különböző plusz jelentek vannak, amiben jobban megérthető a karaktere. Úgyhogy... És hogy a végére még egy triviával is előálljak, megemlítik a Mempa csatát, ahol a Duras erői elvelik a Gavron erőit, és nagyon vesztésre áll a helyzet. Ez csak ugye egy elejtett félmondat, és valamikor a DS9 5. évadában a Martok háttértörténetében megemlítik, hogy ez a bizonyos Mempai csata az, amiben a Martoknak az igazi nagy karrierje elindult, mert olyan hősként védekezett, hogy ettől teljességgel felfigyeltek rá a felettese. És ez... De ha védekezett, akkor a Duras oldalon volt? A Gavron oldalán. Gavron oldalán volt, de olyan hősiesen védekezett, hogy erre felfigyeltek a felettes, és a karrierjének csúcspontja, ugye, hogy már a végén már majdnem, hogy sőt a Klingon nagy tanácsig is eljut. A legjobb dolgok azok általában off-screen történnek itt Martokkal is ez a helyzet, és Shaw kapitánynak a történetével is, ami a Picard 3. évadában bontakozik ki. Most viszont azt mondanám, hogy elbúcsúzunk, és egy időre szünetre is vonulunk, de visszatérünk majd. Most megköszönöm Gergőnek, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm, hogy itt lehettem veletek. Hosszú és eredményes életet kívánok mindenkinek. Zsuzsinak és Lacinak is köszönöm szépen a beszélgetést, hallgatóknak köszönöm szépen a hallgatást, illetve a nézést, és... Ne feledjétek, hogy a Beverly Crusher epizódokat se skippeljétek. Találkozunk majd valamikor a bizonytalan jövőben. Sziasztok! 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 Sziasztok!